Szeretettel üdvözlök mindenkit a Red Dead Redemption 2 című játék következő epizódjában, amikor is szerintem neki megyünk a folytatásnak a fő sztori szálon, vagy nem is tudom, igazából elég nehéz eldönteni, hogy melyik a fő sztori szála ennek a játéknak. Az biztos, hogy az indiánoknál hagytuk abba, és pontosabban félbe. Ezért aztán most onnan fogjuk majd folytatni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az indián questline az hová halad, hogy mi lesz velük, ugye a rezervátum, ahol bezárták őket. Ez már a harmadik rezervátumuk, mert állandóan átköltöztetik őket, és most kiderült, hogy Cornwallék találtak olajat a talpuk alatt, ugye. És most megint költöztetnék őket, ők meg már teljesen ki vannak akadva, meg már nem akarnak sehova sem költözni, meg elegük van mindenből. És itt tartottunk legutóbb, ugye, hogy Fort Wallace-nál, ami innen nincs olyan messze, tőlünk valahol nyugatra lehet. Uh-huh. Itt vannak a katonák, akik vegzálják őket, ők pedig itt laknak fent ezen a kicsi területen, nagyon kevesen vannak. És felmentünk a hegyekbe is. Fogalmam nincs, hogy melyik hegyre másztunk, talán ennek a tetejére ide. Vagy ide? Nem, mindegy, nem ez a lényeg. A szent tárgyaikat is tönkretették, meg elhurcibálták, meg felgyújtották a sátraikat, meg ilyesmi. És ezt oldottuk meg az elmúlt epizódban, tehát itt tartottunk, és ez szerintem főküldetésnek minősül, mert sárga. Utána ide fogunk jönni, itt van Sadie Adler, akinek beszélnie kell velünk, ez a kettő küldetés elérhető jelenleg, valamint ki kellene menteni a Braithwaite Manorból azt a kedves szerelmes párt. Igen. Tudjátok, amikor a Greyek és a Braithwaite-ek között, nem tudom, már ilyen évszázados háború dúlt a két család között, mind a kettő ilyen ültetvényes család volt, akkor ez volt az a lány, meg ez volt az a Grey fiú, akiknek segítettünk, mert ők ilyen, mint a Rómeó és Júliában tudott szerelmesek egymásba, és mi voltunk a postás közöttük. Na hát úgy tűnik, hogy miután leromboltuk a Greyeknek az otthonát, meg a Braithwaite Manornak is felgyújtottuk a dohánymezőit, meg mindent, tehát teljesen tönkretettük az egész életüket. Ezután úgy tűnik, hogy a lány és a fiú itt balra lent menekülésre kényszerül. Ja. Én azt mondom, hogy az indiánokhoz megyünk először, mert az van hozzánk legközelebb. Így. Mi van a fejemen? Egy viking sisak. Képzeld el, hogy volt hozzá egy nagyon metal viking fejszénk, és a hajós küldetésen, amikor csöndben kellett elintézni a fickókat. Ez lehet, hogy már ránk rohadt azóta. Belevágtam valakinek a hátába, és az történt, hogy belebucskázott a vízbe. És elúszott a legendás viking fejsze, amit szerintem így már vissza se tudok. Hülye vagy? Hát de hiszen ez itt van. Arthur, de metál vagy, megvan, meg visszaadta a játék. Csak újra be kellett jelentkezni. Ezt nem is mondtátok, hogy vissza lehet kapni. Na, hát akkor belevágunk a ma estébe. Megmarad, ha egyszer felvetted. Akkor segíthetnétek még egy csomó ilyen dolognak a felvételében amúgy. Annyira király, amikor így körbefordul és rossz irányba megy. Oj, bocsánat, autószév. Szóval, hogy így oldalra szalad a ló egy pillanatig. Annyira jól leképezték a lovaknak a mozgását, meg egyszerűen az egész játék egy csoda. Hát az, hogy most így bejelentkeztem, már is elkezdett így belém szívódni az egész játéknak a csodálatossága. Ez is amint jó pár játékban epikus dolgok megmaradnak, míg el nem adod egyáltalán láthatók. Lehet. Hogyha a görgőt használod, akkor váltogatod a dolgokat. Én ezt még nem is tudtam. Soha nem nyomtam meg a görgőt. Na megyünk tehát még egyszer mondom az indiánokhoz, hogy tovább mehessünk azon a questline-on, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hová fognak ők menni. Hát, hogyha jól sejtem, akkor nem igazán lesz itt semmi jó kimenetel számukra. Vágom, mi merre van. Ja, hogy most a játékot maxolod? Elég metál lehet. Várjál, már a lovamnak valami problémája van. Gondolom azt, hogy nem etetem már jó régóta. Adok neki egy kis kukoricát, azt nagyon szereti. A stamináját sem ártana feltolni. Ja, várjál, most megvagyunk, ugye? Aha, és itt erre kell menni tovább. 93,4%.
De most ez a maxolás, ez úgy értendő, hogy az easter egg-eket is összeszedegeted, meg ilyesmi? 95%-kal elégedett leszek. Hát az alá ne add. Semmiképpen. De ezeket ilyen guide alapján csinálod, hogy tudd, hogy merre kell menni, vagy megpróbálsz így hogy mondjam, úgy haladni, hogy átfésülöd sűrű fésűvel a térképet? Guide is néha. Aha, nem csodálom. Iszonyatosan sok minden el van rejtve a játékban, és sokszor nehezen is észrevehetőek ezek a dolgok. Easy. Aha. Még mindig odébb vagyunk. De figyelj, rohadt messze megyünk. Idáig jutottam el azóta, hogy itt azt a minden itt. Ó, kicsit messzebb van, ahova mennünk kell. De akkor rajta maradunk ezen a questline-on, és akkor nem kell messzire mászkálni állandóan. 720 órád van ebben. Villamos megállóban, ahogy... Jajajaj, óvatosan, uram. Rohadt mindenit, hát belementem a bokorba. Ezen a helyen gyújtották fel az indiánok sátrát, és vették el a cuccaikat, a szent tárgyaikat. Villamos megállóban, ahogy levettem a táskán, leányzó látta a hátamon a csatornát, hogy csak annyit hallottam, hogy elindul mögöttem egy vodod. Micsoda? De szarás. De miért annak a pulcsinak ráírtuk a hátára, hogy itchpertv.mókás, tehát volt rajta reklám is. Nem csak a logó volt hátul? Vagy a név? Utána én már nem is emlékszem, mert sajnos tavaly ugye be kellett fejeznünk a merch store-t a dizájnváltás miatt. Pulcsin volt rajta. De mekkora metal? Hát tiszta jó. És valaki lecsekkolt, őrületes. Csókoltatjuk a kisasszonyt ezúton is, hát ha egyszer majd meghallja ezt a szép kellemes üzenetet, szívhez szólót. Két éve játszom a játékkal. Mekkora szarvas. Nagyon sok órán van benne, aha. De te 7 nappal lát évet csinálod, nem? Tehát ilyen néha megállsz enni, meg aludni. Iskola le van szarva. Valami érdekel konkrétan, én vagyok az embered. Rendicsek. Köszönöm szépen. Hát nyugodtan egyébként, hogyha ha olyan van, hogy látod, hogy milyen helyen vagyok, és tudod, hogy erre esetleg van valami, akkor nyugodtan szólj, hogy hé, figyelj, lehet, hogy jobban meg akarnád nézni mondjuk ezt a házikót, ami itt van balra tőled. Hát ilyenkor nyugodtan, ha úgy van, akkor csak mondd. Szoktál pihenni is, meg segíteni a családnak? Milyen rendes vagy? Szia, Xoren! Örülök, hogy itt vagy velünk. Csodálatos játszásokban vagyunk benne ma este. Alig vártam már, hogy ezzel a gémmel is játszunk, csak kicsit beszippantott a Final Fantasy 7 Rebirth, meg a Yakuza, meg a Helldivers 2, úgyhogy fú, elég zsúfolt napjaink vannak mostanság, és még ráadásul ebben a hónapban jönnek olyan megjelenések, hogy ihaj. Figyeljetek már a Dragon's Dogma 2, az mikor jelenik meg? Ha a szerelmeseket csinálod, tudok tippet adni, hogy nyisd meg egy easter egg dialógust. Jó. Azért vadász? Mit csinál ez a férfi itt? Hey, need a hand then? Hey, careful how you go. Can't you see I'm tracking game here? Hát nem látom, hogy éppen valamit keres. Mármint, hogy valami állat után nyomoz. Okay, sure. Persze, sok szerencsét. 22-én jelenik meg, förtelmes. És a Rise of the Ronin. Kb. Az is akkor, ugye? És akkor most jelent meg az új MudRunner, és most jelenik meg az Outcast, régi Outcast játékot, vágjátok? Körülbelül 2002 elején volt a PC Guru magazinnak a melléklete, az Outcast, amikor mi voltunk az Ulukai. Valahogy eljutottunk egy idegen bolygóra, és a főhősünkkel ott kellett megoldani a dolgokat. Hát annak most vagy folytatása, vagy remékje jön, és ilyen TPS Open World őrület, és egyébként nem nézett ki szarnak. És a kiadó írt nekem egy e-mailt, és mondtam nekik, hogy szívesen megnézem, mert hogy én játszottam azt annak idején, és mit tudom én, és tökre örültek, meg tökre izé kivoltak, hogy úristen, hát dolgoztam a PC Guru srácokkal én is, meg mi? Outlast Trial, nem, Outcast. Outcast. Outcast a játéknak a címe. Na mindegy, és így 25 év után remékelik az egészet. Stalkerrel kapcsolatban olvastam a főcímet, állítólag már elérhető, gondolom, csak ilyen korai hozzáférés.
Nem, Folti. Konzolokra adták ki a régi Stalker játékokat. Szerintem az lehetett a hír. Discordon megosztottam. Egy napon a Rise of Ronin. Oh. Nem is csalódtam, nem is értem, hogy tudsz ennyi játékot játszani, főleg ilyen hosszú játékokkal nálam, az FFA Rebirth eddig a best. Hát, rengeteg játszás pereg, rengeteg. Már magam sem tudom, hogy melyikben. Melyikkel, mikor fogunk végezni, de már nem is érdekel. A lényeg, hogy nyomjuk, és élvezzük, és jól érezzük magunkat. Én pedig imádom ezeket a játékokat, úgyhogy egyáltalán nem sajnálom az időt tőlük. Hello. Jó napot, itt vagyok, ahogy ígértem. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. Gyógyszereket keres a főnök. Elég kemény itt a helyzet. Azt hittem, hogy ezzel már végeztünk. Hát igen, leginkább. Favors, a Fort Wallace-nak a legmagasabb rangú tisztje, azt gondolja, hogy a helyi indián törzs megszegett valamilyen ígéretet, amit igazából soha nem is tettek meg neki. Ezért bünteti őket azzal, hogy a vakcinákat visszafogja, amiket a kormány küldene ezeknek a szerencsétlenül jártaknak. Nekem kellett volna a kiosztását felügyelnem. Miért tenne ilyet? Őszintén igazán nem tudom. Nem volt túl jó a háború, talán egy újat akar kezdeni. Ezt gondolod? Próbálom kitalálni. És ő is tudja, hogy próbálom ezt kitalálni. Legalább annyira szeret engem provokálni, mint ezeket a szerencsétleneket. Tudja, hogy én is ezt gondolom. Úgyhogy most itt megszorultunk és próbálunk éppen a legtöbbet kihozni ebből a szituációból. Jó, de ez a legjobb dolog, amit tehetünk, kérdezi Arthur. Gyerekek fertőzésben meghalnak. Nem, ez szörnyű. Hol van az a kocsi? Hol találjuk meg? Meg tudom mutatni. Papiti felé kellene mennie. De délre térítették el. Nagyon óvatosan kell eljárnunk. Úgy lesz. Az biztos, na gyere. Jó, szóval elmegyünk és megszerezzük neki. Azt hiszem, hogy a ló éppen kakált, és ráadásul az a hús ott a hátán, az szerintem... Hát szerintem én ezt leveszem, de figyelj, én nem tudom, ez így... Ennek így kell kinéznie? Ez nem romlik meg éppen? Hey, köszönöm szépen Oricsigónak a Prime-os feliratkozását, nagyon szépen köszönöm. Szerintetek ez már romlik? Inkább nem viszem magammal. Azt írná, hogyha romlana? Ráadásul csuromvér lettem. Igen, mert ugye a mai embernek viszonylag kevés fogalma van arról, hogyha egy megnyúzott állatot látna, akkor hogy nézne az ki alatta. Tehát, hogy ez most így normális, így ott fekete meg barna. Szóval a koronál tudja, hogy itt jelentéseket kell tennem a szituációról, leküldött éjszakról. Szerintem az én jelenlétem csak rosszabbá tenni a dolgokat. Hogy érted? Szóval azért csinál ilyen tetteket, hogy magát védje. Elveszi a lovakat tőlük. Meg visszatartja a gyógyszereket. Összekövetés Mr. 36-nek. Csak mutasd meg, hol van az a kocsi, én meg megszerzem majd a gyógyszereket számotokra. Köszönöm, Mr. Morgan, de legyen diszkrét. Nem engedhetünk meg magunknak még egy konfliktust. Mindig remélem, hogy meg tudunk oldani egy ilyen béketárgyalást a törzsfő és közte. Nekünk csak a vakcinával kell foglalkoznunk. Hogyha elrabolnánk a kocsit, azzal csak rosszabbá tennénk a dolgokat. Cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A
A lényeg, igen, ezt akartam mondani, hogy egy kudarcot vallott tábornok lehet ez a fickó, és most még így a, mivel nem volt túl nagyszerű karriere, ezért most ebbe próbál így belekapaszkodni esetleg, és valahogy még így felhúzni magát, valamit még tenni egyszer életében, csak hogy ugye rossz szélért küzd. Töltök magamnak egy pohár vizet közben. Fények voltak zöldek, szint... nekem is olyannak tűnt, hogyha meg lett volna romolva. Szia Lófi, jó estét, szia mindenkinek. Láttam napokban egy krumplit, amiben 40-80 ment vízütéssel. Mi van? Érdekes. Dangerous. Diszkréten eltakarítani minden lehetséges szemtanút. Szerintem csak az az, hogy ő oda megy, beszél velük. Erre a helyre gondolt. Itt átvágunk, oké. Okay. Nem, fentről jól megfigyelhetjük a helyzetet. Szóval, hogy nekem csak el kell emelnem a kocsiról a cuccot, miközben ő lefoglalja esetleg őket. Ha lövöldözés törne ki, csak rosszabbá tenni a dolgokat. Ha ellopnánk a kocsit, az is csak rosszabbá tenni. Hát ezt okosan kell megcsinálni. Szeretnénk béketárgyalásokat kieszközölni valahogy az indiánok és a kolonál között. Hagyjuk hátra a lovakat. Innen jól láthatjuk az utat erről a dombról. Erre felé kell, hogy jöjjön a kocsi, oké. Okay. Maga jó ember, Mr. Morgan, de attól félek, hogy ez hülyeség, ez a küldetés. Ó, messze vagyok én a jó emberektől. És a hülyeség a kedvencem. Rendben, ebben az esetben látom, hogy nagyszerű barátok lehetünk. Kérdezhetek egy kérdést? Nem mondja el Washingtonban az embereknek, hát nyilván a feljebb valóinak, hogy Colonel Favors mekkora egy csicska szar. És mit csinál az itteni emberekkel, és akkor legalább nem kéne ezeket a dolgokat megtennünk. Hát sajnos nem így működik a kormány. Ha maga mondja, az lesz a kocsi. Csináld tisztán, érted? Nem tiszta leszek, ahogy ők jönnek. Csak tiszta melókat végzek, oké, sok szerencsét. Találkozunk a rezervátumban. Ne ülesse meg magát, Mr. Morgan. Most mit csináljak? Állj, gondoljuk ezt át. Nem ölhetem meg őket, nem rabolhatom el a kocsit. Hogy a francba fogok feljutni rá? Hát lehet, hogy mentenem kéne egyet, nem? Nincs mentés, az baj. Hát valahogy rá kell jut, tehát mindegy, menjünk, szaladjunk. Hey, don't get too close to this wagon. El fog menni, ugye? Mit tehetnék? Szerintem nem tudok mit csinálni. Hívom a lovamat is, addig megpróbálok utánuk szaladni. Hogyha elmegy a vagon, akkor utána már nem tudunk vele mit kezdeni, ugye? Igen, kellett volna korábban hívni egy kicsit a lovat ehhez. Át tudok ráugrani. Mennyire van messze a ló? Gyere. Ott van már fent. Gyere már, ne állj ott meg az erdőben, Plash. Gyere! Okay, girl. Megpróbálunk átugrani rá. Nem mondom, kis és stresszes. Hát nem akarom elrontani a köztük lévő viszonyt, ami már eleve messze menően el van romolva. Nem sikerült az ugrás. Honnan fogja megengedni? Tehát oldalról nem tudnék felmászni rá.
Ne szállj le! Hey, előre! Köszönöm szépen Tirának a harmadik havi feliratkozását. Köszönöm szépen, megjelent, csak a space-szel kellett ma ugranom. Köszönöm szépen a harmadik havi feliratkozást. Hogy vagy, mi a helyzet? Te barom állat. Hogy lehetsz ilyen csicska, Arthur? Hogy lehetsz ilyen majom? Na még egyszer, elnézést. Senki nem látta. Ezt senki nem látta. Édes Istenem. Beszélhetünk itt a stresszelésről. Nem, ez így nem jó. Nyugalom. Istenem. Ugyanígy jártál te is? Jön már vissza. Hiszem visszaült. De ez nem a Cornwalléknak a... Most baj lesz, ugye? Igen, itt most baj lesz, hogyha oda bemenj. Igen, itt már raboltunk. És elkezdenek lövöldözni rám. Nem jó, nem jó. Hogyan lehet a küldetést újra kezdeni? Nem tudtunk felugrani rá, úgyhogy... Ha azt mondom, hogy load game... Nem, ez nem az az autószave. Haj meg, oké. Ez igen szomorú lesz. Na most. Ezen a lovon mindig van 2-3 szörben, nem fog fázni, az bizonyos. Jó, most ez megvan. Mehetünk. Most több próbálkozásunk lehet. Senki nem látta, köszi. Jobban esett, mint a TBC, igaz? Jobb volt így meghalni. Ez az! Arthur Morgan! Megcsináltad, barátom. Kivett mindent? Gyerünk. Csugd le. Akkor hagyjad. Ha! Hogy leugrott? Hogy megcsinálta? És ki sem szúrták. Na hát így kellett ezt a küldét teljesíteni. Nagyszerű munka volt. Nagyszerű! Hű. Izgi volt azért, hogy hogy lesz ez, mert nem szoktunk kocsikra csak úgy ráugrálgatni. De ez így, bocsánat, a mikrofont igazgatom közben, ez így szerintem sikerrel zárult. De lelőtted őket inkább végül, azt a mindenit. Én attól félek, hogy tönkre menne minden, hogyha ezt megtenném. Jó, mondjuk ki számít arra, hogy egy valami barom, akin egy viking sisak van, megérkezik. Haha, igen, a köhögőről bejött volna. Aj, de nem szép kinevetni. Na menjünk is szépen vissza akkor a táborba és adjuk át nekik a gyógyszereket, remélve, hogy a gyerekek így nem fognak mindenféle korai betegségben elhunni. Ahhoz képest ez, amit most csinálunk, ez mégis egy magas, rögtűbb és jobb célért menő küldetés, mint amilyenekben a játék elején voltunk ugye benne. Nagyon szépen látszódik, hogy hogyan változik Arthur. Bár igazság szerint ez még nem is annyira a karakter fejlődését írja le, mert alapból megcsináltuk volna rögtön az elején is a játéknak. Ez inkább attól függ, hogy a játékos mit szeretne csinálni. Captain Monroe? Monroe úr, jó napokat. Megvan a gyógyszer. Csodálatos, ez nagyszerű hír, Mr. Morgan. Nem volt olyan rossz, ne aggódjon. Oké, magának elhiszem.
Mind a kettőnk lókhatná miatt. Hát figyelj, én már, nekem már amiatt nem kell törődnöm. Lehet, hogy azt fogja gondolni, hogy a banditák rabolták ki. Figyelj, én még mindig bandita vagyok. Természetesen. Na jó, akkor nekivágok a munkának. Köszönjük, Mr. Morgan. Lehet, hogy meghalunk miatta mind a ketten, de ezt meg kellett tenni. Reméljük. Ez igen. Oké. Okay. Akkor most elméletileg itt nincs más küldetésünk, viszont megjelent egy Trelawney küldetés, ami érdekes, mert Trelawneyt már nagyon-nagyon régóta nem láttuk, és nincs is annyira messze talán, úgyhogy menjünk most oda hozzá. Ebből a küldiből, hát nem sok mindent kaptunk, de nem is ez fontos. Az fontos, hogy menjünk. És csináljuk. Akarsz egy fegyót most? Aha, persze! Alakulhatna egyébként másképp is itt a történet? Én attól tartok, hogy igen, mert most arról van szó, hogy a törzsfőnek a fia háborúzni akar, a törzsfő meg békét akar. Nem, még nem megyek Szédihez. Ő a legtávolabb van tőlünk. Szét tudnál itt nézni. Köszönöm az információt. Nézzük, hogy milyen fegyvert. Ez egy olyan fegyver, amit nem jelöl a térkép. Itt vannak a gyógyszerek. Nem egész szint ott, ahol még a map fehér a közelben. Itt. Vagy a közelben itt a fehér részen. Megy egy recót? Mit? Nem tudom, mire gondolsz, Iván atya. Segíts egy kicsit. Észak-kelet felé. Ja, hogy ezen a részen. Megnézhetjük, mert az út egyébként arra visz. Rá lehet menni a tehénre? Na. Úristen. Azért veszélyesem. Láttatok már tehenet rúgni? Azt hittem, hogy ráül és lovagol egyet. A homing tomahawk recept. Ja, ami hőkövetős, az elég metállan hangzik. Van olyan, ami közben így lézert is ereget magából? Tudod, így fejjel előre bukik, és a lézerrel így vág, amíg el nem éri a célpontot. Az tök metál volna. Meg rakéta meghajtása sem lenne szar, hogy olyan tomahawk legyen, ami egy rakétavetőből jön ki. Nem én neveztem el, vagy nem? Én neveztem el. Na nézzük ezt a helyet akkor. Ahol szét kell néznünk itt messze, éjszakon. Nekem is ez volt az ötletem, lovagoljak a tehenet, de sajnos nem lehet. Hát ugye? Pedig azért mennyire király volna egy kemény rodaózás. Csak azt állítólag nem teheneken szokták csinálni. Mi szoktatok rodaózni egyébként? Ipcsó 99, köszönöm szépen neked a követésre. Üdvít nálunk, jó estét! Nem látok egyébként semmit, ami olyan volna. Furcsa hangok vannak itt, visszhangok jönnek valahonnan. Ki tudja, hogy ki eregeti őket. Lehet, hogy van itt egy barlang valahol? Ez egy szép körút. Igen, igen, nagyon-nagyon szép helynek tűnik. Nézd, főleg az a rész ott lent. Gyönyörű. Na, ugalom. Lehet, hogy ott lent lenne a víznél. Igen, ezt szívesen megnézném ezt a helyet. Innék a tóból. Igen, én is ezt mondom. Ja. Nekem is ez a benyomásom, hogy nem véletlen így néz ki ez a hely. Jó lesz, Arthur Morgan, jó lesz. Fejjel ne előre! Yeah. Jézusom! Jó van, kicsit porosak lettünk. Szerintem mindjárt lemosjuk akkor magunkról ezt a koszt. Akarsz egy jó kalapot? Ez valami fitymás vicc lesz? Nézd, mekkora halak mennek, de kézzel ki lehet őket fogni. Asztal! Micsoda halak! A nem szarral gurító következő részében.
És azt így meg is lehet kúkolni az F-fel. A vízben. Már milyen vagy. Szép halak laknak erre. És már keményen megy a főzés. Szerintem egyet megeszek. Jó döntés volt, nagyon finom lett. Jó, szerintem ennyi, leave. És most a másik halat is ide kéne hozni, ugye? Várjál, valahol elteleport. Szülye, ez innen, vagy itt voltunk, ugye? És most itt vagyok. És a másik hallal mi van? Hát ennyiérvel szét is szedhetném a... Na jó, várjál, van nekünk még húsunk szerintem. Istenem! Miért kellett ezt ilyen hülyén megoldani vajon? Gigahalakat miért nem lehet kibelezni a húsokért? Azért, mert nem a belét szokták megenni. Elrakjuk ezt a húst. F. Ah, lehetne olyat is, hogy tímusszal feltápoljuk? Lane stringy meat is kell. Paprikát, hagymát, egyéb fűszereket, utána meg lesz a halászlé. Ja, oda a izébe a víz kellett volna, Big Game-et csak fűszerrel, haló. Bocsánat, már elnézést kérek. Még nem ettél sprotnit, nem? De igen. Erre gondolsz, ugye, hogy itt tímusszal. Szia Zoli, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? És akkor ezt elteszed. Tudok még ilyet? Cook another. Aha. Kellene majd még ilyen kakukkfüvet szereznünk valahonnan. Vagy kakukkfűt? Ilyenkor hogy ragozzák, hogyha ez a neve? Szerintem füvet, nem? Szerintetek? És oregánós is van. Olyat is kérek. Merre haladunk? Most éppen mondták a többiek, hogy van itt egy legendás fegyver. Azt akarjuk összeszedni. Kakukkfüvet, ugye? Na, na, szerintem is, nyilván. Mindenki tudja. Ukanada. Persze. A világ összes sütése itt zajlik. Csak nem tudom, hogy miért nem forgathatom a kamerát. Jó, ezzel megsütöttük a világ összes húsát. Rúszinásra sokat vacakolnak a belsőségekkel. Én nem tudom, nem nagyon ismerem a rúszlikat. De jó szar lehet nekik ott, ahol laknak egyébként. Biztos, hogy vannak nagyon szép helyek arra felé is, de hát érted, ilyen Szibéria meg ilyenek. Ki akarna ott lakni? Nem csodálom, hogy izé. Menekülnek arról is az emberek. Arra menjünk tehát akkor vissza. Akkora, mint az ujjam. Szerintem ti másról beszéltek. Szeretnénk által vágtatni, és nem igazán engedi a tábor, hogy így gyorsan mehessünk. De a lovat nem kéne tisztába tenni? Mindjárt átérünk, nem, ne aggódjatok. A világ leglassabb tábora. Íme. Olyan, mint hogyha egy ilyen dampening fieldbe érkeztünk volna bele, nem? És akkor itt minden le van lassulva bent. De az, ami jut eszembe róla? A mondjad már, Fall Guys. Full Gaze. Arthur, te szerintem most le fogsz szállni erről a lóról. Ez lehetetlen. Hát esküszöm. Szőrökből csináltál ruhát? Én? Nem. Hát esküszöm, hogy a lábamon gyorsabban átmegyek, mint lovon. Menjünk inkább gyalog. Kívántam a Surströmminget. Új már. Elég undi. Igen, a dobolással lassítják a lovas közlekedést. Igen, lehetséges, hogy van nekik valami kitalációjuk. Na. A játék nem tud eldönteni, hogy jobbra vagy balra menjünk. Szerintem jobbra lesz az közelebb. Aha. Nézd, ott belemennek az állatok és ott nyomulnak. Oh, ezt nem így képzelted el, Arthur Morgan. Nem baj, most már akkor megoldod így. Sós vízben rothasztott füstöt halszul. Jó, jó étvágyat mindenkinek, aki vacsorázik. Én ma palacsintát vacsoráztam. Hát ebédeltem igazából. Itt jó lesz a híd alatt. Ne szórakozz.
Rákattam a helyszínre és nem néztem meg a hidat. Fasírtat egészségedre. Retszó. Mi az, hogy retszó? Ez mit jelent? Mi az a retszó? Mit keresek itt a híd alatt? Most megszivattatok? Most nem a fegyver... Jaj, Istenem! Na jó, hát ez... Én nem tudom, hogy Iván miről beszélt, de semmi nem volt ott alatta. Amíg nem tudsz normálisan beszélni, Iván, addig nem tudok segíteni rajtad, ne haragudj. Ne húzzuk el az időt, kérlek szépen, mert ez hülyeség. Nem tudom, mi ez a retszó. Hát nincs ilyen szó, ezt ő találta ki szerintem. Szóval visszatérünk oda arra a helyre, ahol itt lent van ez a valami. Hát lehet, hogy így seggen fogunk csúszni. Milyen recept? De nem volt ott semmilyen recept a vízben. Szóval a vízben... lehetne találni valamit? Tó és az út között van, amit keresel. Ez a sziklás rész, ez nagyon olyannak tűnik, mint ami tartalmazhat esetleg érdekességet. Hát figyelj, keressük, aztán majd kiderül. Azért itt nagyon látszik, hogy mennyire aprólékosan rejtették el ezeket a kis extrákat a játékban. Bár csak lenne a sapkához ruha. Ja, igen. Indián falu kis ígyára gondolt? Szia, Mr. Free Six. Lehet, hogy arra gondolt. Holnap liszt kukacot fogsz enni? Egészségedre előre is. Nem annyira rossz, nem kell aggódni miatta. Meg egészséges, jó proteinbázis. Nagyon nézegetem, hogy mit keresünk. De ilyen szinteken van eldugva? Nem ugrik fel semmi. A tó és az út között. Lehet, hogy nem ezen a részen, hanem lehet, hogy itt. Hát ma... Ajjajaj, Morgán úr, ez így kemény lesz. És nem jelöli a térkép sem. Na jó, hideg vagy meleg? Segítsetek. Túl sok időt szarunk el ezzel. Fegyvert nem szokott jelölni. Utasd, hol vagy? Úgy tűnik, hogy a halam az megmaradt. Csak kicsit talán lentebb sodródott. Melegszik, rendben. Az a neve, hogy Musky. Jön már a lovunk, szerencsére szerintem felakasztom rá. Meg hogyha van itt még ilyen, akkor lehet, hogy elvisszük azt is. Fel lehet ráakasztani vala? Ezt a hátára teszi, vagy lógatja? Érdekes ezt a hátára. De ilyet lehet csinálni, hogy ebből még egyet feltegyünk rá? Vagy... tehát a tó és az út között melegszik West felé. Nem csak egyet lehet feltenni? Hát kár miatt, kár érte. Nézzük meg ezt a részt. Inkább ne. Jó, jól van, semmi baj, legalább tiszták leszünk. Na hát még egy hal.
Ja, azt mondtátok, hogy nem... Ja, jó, ez kár volt, ez kár volt. Hát, én azt olyan jól elképzeltem, hogy kettőt is felteszek oda, és aztán még mondtátok is, hogy amúgy nem, az nem úgy van. Bocsánat. Szegény hal. A tó és az út között. Jó, hát azt sem tudom, hogy mit kell néznem, az az igazság, hogy... Talán, hogyha innen felmegyek ide. Ez egy olyan valami, ami ládában van. Ősi tomahawk. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, kösz szépen az információt. Hát, meglett. És ezzel itt célba dobáltak éppen. Rémlik ez aljas 8-as színű film. Egyik csávónak van egy nagyon jó szőr, kabátja, sárgás bácsak lenne ebben a játékban is. Persze, hogy rémlik, hát ez egy Tarantino film. Szuper meleg! Na, nagyon örülök neki. Köszönöm szépen az információt. És mostantól kezdve most rendelkezünk már ilyen őrületes tomahawkkal, ami állítólag, nem tudom, valami recepthez kell. Állítólag az indiánoknál ez a íd tartalmaz egy receptet nekünk, hogy dobálgat. Magával mi van, mi? Elő ne vegye a pisztolyát, mert megölöm. Na, most menjünk le. Lehet, hogy lassan lentörni is kellene, mert az egész napot ennek a fegyvernek a keresésével töltöttük el. Valami extra nagy benga, bivaj ölő, nem tudom milyen nitró a Hunt Showdown-ban fegyver kellene nekünk, ami két lövéssel bír. De az a két lövés olyan, mint hogyha a jóisten szólna közbe az életnek. Nem csinálsz Kratos Arthurból? Nem csinálok Kratos Arthurból. Ja, Dorri, nagyon köszönöm a raidet. Mi a helyzet? Hogy vagy? Köszönöm szépen, meséljetek, milyen volt a ma esti stream. Remélem, hogy jól szórakoztatok. El kell rakni a szekercét, köszi. Nitró nincs a játékban. Na most azt mondják, hogy itt van egy recept valahol, amit én nem láttam, de létezik. Különböző növényeket lehet felvenni. Ezeket meg is sejtjük akkor, ha már erre járunk. Nem, ez van. Itt mindenhol csak ez a gyökérnő. Ez valami eddig ismeretlen növény. Mi a nádat megnehette, hülye? Jaj, hát ez jékény. Búrás. Valamire ez is jó lesz még. A ló számára lehet craftingolni vele valamit. A faluban van egy kis híd, nem a folyónál. Köszönöm szépen, nem ez lesz a híd. Oké, rendben van. A falu az itt közel kell, hogy legyen, ugye? A jobb kéz felé. Hát azért ez nem az a híd amúgy. Kózi játék alatt ment a beszélgető stream. Azt a mindenin. Nagyon jó hangzik. Miről ment a témázás? Nitro kérdőjel? Igen, mint a Crash Bandicoot, ez megvan? Ilyen utánégető is. Elképesztően gyors lesz a lovat tőle. Van egy kis híd, ami mögött találni lehetne valami receptet. Hát ez így sötétben még rosszabb. Játékfejlesztés, játékvásárlás, nosztalgia az életről. Azok mindig jó témák. Ez a náddal lehet bármilyen magasról leesni hányásból készült kötéllel. Hányásból? Ezt a hidat mondjátok. És ha bemászunk alá... Hát ti szerintem engem szivattok. Tényleg nincs itt semmi. Kacok.
Jaj, pedig milyen jól elindultunk a sztori vonalommal, aztán nézd meg, mit művelek. Konkrétan a híd alatt csövelek itt. Miért nem látjuk? Most segítsetek, Léci, mert nem tudom, hogy mi a helyzet. Ne a hányásos náda sztorit, Léci, hanem hogy milyen recóról van szó. Minek keressük egyetem? Fogunk ilyet használni valaha is? Másik híd! Fuck me, nem baj, nagyon jó lesz. Másik híd is van a faluban, nézzük hát, ha erre van valahol fenn. Kissé kezd sötétedni, ugye? Miért az items van itt ilyenkor? Nem itt szokott lenni a lantern? Tudjátok, hogy mit kellett volna megcsinálni még? Fotózkodni a pisztolyhősökkel. Az egy tök jó questline-nak nézett volna ki. Biztos vagyok benne, hogy lett volna ott olyan izé duel párba őrülen. A déli oldalon... Oké, rendben, nézzük. Ez nem ugyanaz a híd? A déli oldalon? Azt mondjuk nagyon meg kellett volna csinálni. Már nem lehet, úgy érted? Van még egy híd itt? Esetleg? Elmondja, mitől jön elő? A híd? Itt vízhangok vannak. Gyertek, kell nekünk ez a szar, vagy sem? A Gunslinger Quest. Annyi, hogy bementünk a kocsmába, és ott előjött már. Felvettük, csinálni kellene, csak ennyi a dolog. Azért nem semmi pisztolyhős vagy, Arthur Morgan, nem mondom. Nem, az nem elég. Nem kell mennyi. Legjobb quest a párbajhős, és vicces, nagyon jól imádtam. Ezért érdekelt volna engem. Érdekes lehet, mondjuk én még soha nem csináltam meg, ugye? Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy hány ilyen lehet még, hány ilyen küldetésünk lehet a játékban, amit emiatt nem értünk el, hogy nem mentünk tovább ott a vonalon. Volt például a sorozatgyilkosos, aki nyomokat hagyott maga után. Megtaláltuk a szétszincált emberek hulláit, ugye. Meg volt még Szevasz Spectrál, jó estét. Hajrá neked a munkához, kitartást. Hát nincs csak hátra. Mi volt még? Volt még, amikor kincseket kellett keresgetni. Hol van a lovam? Szia, Tappancs! Jó estét neked is! Ilyenkor gondolom mindenféle stringy meat-et kiszedek ebből a sok állatból. És megpróbáljuk fel is szerelni őket a lóra. Hát minimálisan biztos jót tesz ez, hogyha... Még legendás kutya izé is van nálunk, pelt szerintem. Amit nem tudom, hogy trapperhez... Jaj, tényleg nem erről beszéltünk, hogy a trapperhez el kell menni? Vagy... Ha nem erről beszéltünk, akkor arról, hogy Pearsonnek kell beadni, nem? Itt van valahol még egy bőr. Gunslinget én is ebben a fejezetben csináltam triggereld a fotókkal. Legendás ször, perfekt, menjen a trapperhez. Aha. Menjen a trapperhez, Monika. Még nem késő, fotóikat néz meg a táskádban. Ah, persze, igaz, igaz. Jó, akkor ahhoz azt kell tennem, hogy B. Come on, girl.
Papírok, cigaretta kártyák, valahol az elején volt, ugye? Fotográfok? Szerintem ez lesz az. Aha, Black Bell. Igen, flippeljük. Azt írja, hogy... valami nagy dámája a gunslingereknek. Hatszor nősül, vagyis egy férj, ment férjhez. Hat úriemberhez. Mindegyik szerencsejátékos rabló, törvényen kívüli volt, sosem vált el. Úgy öltözik, mint egy özvegy. Uh-huh. Ne közelíts meg, túl veszélyes. Egy egyszerű fotográfusnak, rendben. És tényleg megjelent a lokáció. Black Bell a legnormálisabb? Nem kérünk információt, Barry, fékezd magad, hogyha kérhetlek. Hol van még a többi cigarettakártya? Várja. Ezt most felrakta az elejére? Nem jó. Hová rakja el őket ilyenkor? Jézusom, milyen rohadt sok van. 26 különböző. Pamfletek. Nem, valahol az alján van. Akkor, hogyha innen lentről megyek. Itt van, igen, a 21 a 26-ból. Billy Midnight a következő. Kár, hogy nem látunk rendesen ilyen fényben. Ez a fickó ölte meg Rabbit Matthews-t. Aha. Szóval azt gondolták, hogy ő Matthews-nak a rifle, a puska tisztogatója, meg az istálló fiúja. Jó. Rendben, akkor ez a következő. Utolsó ismert lokációja megjelent. Ez a következő, tehát a 21 a 26-ból. Már is gyorsabban megy. Flaco Hernandez. A Grizzly terror, terrorban tartója? Legalább 10 fős bandája van. Idegvérű gyilkosok. Jó, Ennsburg, Valentine, Strawberry Surrounds környéken leledzik, rendben van. Akkor most ez is megvan, tök jó, most kapjuk a küliket, ez nagyon tetszik, hogy itt volt mindvégig nálunk, csak elfelejtkeztünk róla. Emmett Granger. Hát nem felejtkeztünk el, mert most kerülnek elő, inkább így nevezhetnénk. És ezeket mind le kell fotózni. Lehet, hogy holtan fogjuk őket lefotózni, nem? Mészárlás, légyló, család eltűnése. Legykák szerint ebben is benne volt. Valamilyen caporal gyilkosságok, gyanúsítottja. Jól van, hát egy jó dologban benne volt. És utána államilag kapott egy felmentést a lecsukása elől. A Trapper az valahol itt dél felé volt, ugye? Aha, és itt is van egy alattunk, megjelentek közben. Itt is van egy. Nagyon jó. És ott van egy fent. A Trapper az pedig valamerre erre lakott, azt hiszem. Vagy nem tudom, itt dél irányban nézelődtünk, és aztán meg... Ja, itt, ugye? Aha. Jó, szépen tele lett a küldeté, vagy a... Ez kicsoda? Ez Flaco Hernandez. Hát még amíg itt vagyunk, addig hozzá el kéne mennünk, ugye? Szép nagy kerülővel. És mi lenne, hogyha itt próbálkoznék meg fölfelé menni? Megtehetjük. Annyi biztos, hogy lesz fotó. Hát, ja. Közel van, azt mondod? Szerintem jócskán fogunk lovagolni addig. Ez milyen gyönyörű. Nézd meg. Ezeket nevezik... Nem tengerszemnek, ez egy izé. Ez ilyen melegvizes kitaláció, nem? Sajnos nem úgy működik, mint a Zeldában. Van téli ruhád? Nincs. Egy legendás állat territóriumára érkeztünk meg. Tényleg? Ott van a nyom hozzá. Milyen legendás állat lakhat itt? Lehet, hogy ez a csoda kutya? Tényleg, a Cotorra Springsnél vagyunk. Akkor nem menj Flacóhoz. Miért ne? És hogyha hideg vagy meleg ruhát... De tudunk kajálni. Az nem jó?
Akkor azt mondod, hogy a legendás állatot öljük le inkább? Istenem, mennyi mindent lehet itt csinálni. Förtelem. Paki. Here we are. Here, wow. Ez valóban egy gejzír. Wow. Ez egy legendás farkas. Ez itt valami más állat. Gondolom, hogy addig siethetek, ugye, ameddig? Csak izék vannak itt. Ott hagytuk a fegyvert a lovon. Tudom, nem elég, hogyha kajász, hogyha fázik. Nagyon szurkolok, szép élményt ad ez a játék. Mármint, hogy miért szurkolsz? Erre visz tovább. Arra vagyok kíváncsi, hogy mivel kell majd a farkast eltenni lába. Vagy ilyenkor a legendás állatok szempontjában mindegy, hogy mivel intézed el? Ez nem hiszem, hogy az. Hát, hogy leveszünk egy két fegyvert. A Lancastert és egy bolt action rifle-t. A prém nem lesz jó rossz, úgyhogy mindegy, aha. Jó. Itt kell valahol lennie. Aha, ott több nyom is van. Ezek az indián cuccok itt a fákakon, ez valami olyan fa, ami nekünk fontos, tehát hogyha ezt így megnézed. Ezzel kell valamit csinálnom? Álomfogók inspektálása. Ó, ezeket meg kell találni, és 20 darab van, őrület. Annyira jó, hogy a lovam jön mögöttem. Van valami kérdőjel a mapon. Na hát? Nem sűrűn szokottam úgy lenni ilyen, hogy kérdőjellel jelölnek valamit, ugye? Hát nem mondom, hogy látom a legendás farkasot. Nem, ráadásul egy másik állatot kergetünk. Meg kell találni a harmadik nyomot, én is úgy érzem, ja. Amit eddig nem sikerült, sajnos. Kettő megvolt, de a harmadik az... se közel, se távol. A HP-m az mitől ment le ennyire? Nem lehet, hogy az a víz, amiben belefeküdtünk, az nem volt túl jó. Az életünkre nézve. Ha ott van a harmadik nyoma. Ez valami tetem. Szerintem valamit rá kéne enni. Hát... nézzük. Ez a HP-t legalább helyrehozna. Olyan, mint hogyha folyamatosan csökkenne a HP-m, de nem tudom mi miatt. Egy kis tímuszos, kakukkfüves hús. Arra felé lakik. Fókuszáljunk. Hallottuk a hangját. Ő az. Nem tudom, hogy ez miből volt, de elég táp. És akkor most már kettő legendás farkasom is van. Érdekes, hogy ez itt egy másik legendás farkas. De gondolom, hogy különböző típusúak. Lehet, hogy itt fázunk, azt mondod, annyira magasan lennénk. Micsoda, a legendás farkas szív, ilyen is van. Na, azt lenne dob, barátom. Na, Arthur Morgan. A fáznál szólna. Nyomsz egy S-ét a játékosnél.
Egy mit? Kell még ebből a farkasból valami amúgy? Valamit még le kell belőle szedni? Vagy csak a legendás farkasnak a testét kell elvinnem valahova? Hogy eszképbe meg akarod nézni, aha. Á, jó, ez így most, köszönöm szépen. Sajnos az a hal az, hát az most így lemegy. Oké. Nem kell elvinni a testét? Akkor most már pláne mindegy. A trapperhez kellene elmenni, de ide csak akkor mehetsz fel, hogyha nagyon meleg cuccod van állítólag. Akkor viszont menjünk a trapper fele vissza. Ez nincs olyan messze, nem? Jézusom. Mindent kiszed, ami kell, és legendás. De nem lehet, hogy kapni fogunk érte valamit? Mondjuk jó pénzért eladva. A sinekre rá kellene menni, nem? A sinek azok talán pont oda mennek. Aha, hát akkor, hogyha lefele kanyarodunk majd a váltót. A váltót majd be kell üzemelni. Figyelj, biztos, hogy van egyébként ott oda irány. Tehát nem lehet, hogy felrobbantottuk a hidat. Sima pólóba mentél. Meg rövid nadrágban, nem? Na van elméletileg kellene ilyen meleg ruhának. Hát, hogyha tettél rá. De én eddig nem nagyon erőltettem a ruházkodást a játékban. Mindig fancybe vertük magunkat, aztán úgy ott maradt a dolog. Lehet, hogy találunk valamit bent ebben. Vigyel, a szört ne vesszen el. Nem hülyeség. Nem, sajnos ebben nem úgy tűnt, mint hogy találnánk valamit. Lehet, hogy itt a híd alatt van valami akkor. Ebben a játékban mindenhol minden is van. Vonatot hallok? Nem, nem, szerintem csak a lovat hallottuk fújtatni éppen. Többet kell eltetni ezt az állatot, ugye? Mennyi mindenféle kaja van itt? Azt a... És oregánó. Ez a vadrépa, ezt imádja. Ja jó, mondjuk volt egy nagy botlása, ugye? Azt lehet, hogy nem vette annyira jó néven. Hopp, gondoltam, hogy ez lesz az a híd, igen. Nagyon jó volt az ötletem, egy ideig. Aztán akkor most már tudjuk, hogy miért mondta azt a játszás, hogy ne onnan menj. Jézusom. Oké, ezzel nem csak a hadsereget szivattuk meg, hanem saját magunkat is. Hát ez komoly cucc. Nem gondoltam volna, hogy ekkora a kalamajkát fogok okozni ezzel, hogy saját magam számára is elérhetetlenül teszem ezeket a helyeket. Vagy fast travelöljünk? Ha tábort verünk el, méltőleg lehet fast travel-el haladni. Bár aki szereti nézni ennek a játéknak a csodálatos tájait, és hallgatni, amint a lópatnája veri a földet, annak egy igazi öröm lehet ez a fajta játszás, hogy fast travel nélkül haladunk. Itt átvágunk a vizen. Rövidítünk egy nagyot. A minden itt. A minden itt, valaki meghalt. Valahol egy egység. Nagyon szépen köszönöm, Tappancs. Mi a fene? Nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen az 1000 bitet neked, de rendes vagy. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Ja, lehet, hogy nem érdemes így fesztrövölölni. Nagyon szépen köszönöm. Küldöm neked a kedvenc cicámat. Best travel a gyengéknek való. Pontosan. Köszönöm még egyszer. Nagyon hálás vagyok neked. Köszi. A szört azt nem akarnám én se kockára tenni. És akkor lehet megint az öreggel vadászni majd. Úgy látom, hogy az a küldetés is közben előjött. A fickó itt kicsoda? És csak úgy ül itt. Port valasz jobbra. Aha, az a kedvenc helyen. Gondolom, hogyha a közelébe megyek, azon a tüzet nyitnak. Legendás farkas, meg viking is, aki ide vagy oda. Staminálja ennek a lónak valamiért nem oké. Lehet, hogy azért, mert keresztül vágtatok mindenen. Kória az jó, csak... lehet, hogy kell neki stimuláns neki, nem? Azt szokta szeretni.
Medicine? Nem. Szerintem a stamina kell. Soha nem használtunk még ilyet kb. Egyszer sem. Olyan van, hogy állatra is átragad az a betegség? Fogalmam nincs, lehet, hogy van. Általában, ami az embert fertőzi a lovakat, és az állatokat nem szokta. De ki tudja. Mi ez a hang? Köszönöm szépen. Köszönöm. Mit csinál? Nagyon köszönöm az 500 bitet. Nagyon hálás vagyok. Várja. Be tudom fogni neki, ha már így elriasztottam? Már nem is látom. Ez kecskéket? Szövegetett? Szia, Danny Minátor, jó estét! Be lehet fogni a lovat és vissza lehet hozni a csávónak? És ilyenkor jön velünk? Úgy tűnik, hogy vissza lehet neki hozni, de jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tappancs. Még egyszer, nagyon köszi. Esélytelem. Ilyenkor a kötél ráakad a fára? Igen. Kíváncsi voltam, hogy mi történik, hogyha közte van egy fa, és hát látszódott. De a fickó nem jön a lováért. Ezt tök jól kitalálták, hogyha egy fa keresztezi a kötélnek a vonalát, akkor fennakad. Az az én lovam! Köszönöm, uram! Se tudom mondani, hogy mennyire hálás vagyok. Cserébe semmit nem tudok ajánlani, de egy napon majd jóvá teszem. Oké, rendítsek. Hát, akkor viszontlátásra. Na, hát figyelj, hogyha egy nap lehet, hogy ad nekünk egy mellékküldetést, akkor kapásból megérte, nem? Szevasz, Venka, mi a helyzet? Hogy vagy? Jó estét neked! Utána hiszem, elvég el tudja kapni a TBC-t. Komoly, mi? Látod, miket nem tanul az ember? Érdekességek, tudnivalók és tények. Csak itt nálunk a ticsvertv.hu-káson. Ja, itt van az öreg. Jaj, hát itt megállhatnánk vele küldizni. Mert hogy ő neki van valamije, csak közben tele vagyunk kutyával. Mi a helyzet, Venka? Milyen napod volt ma? TBC nagyon szomorú betegség. Vannak vidám betegségek is? Mondjuk egy olyan betegség, ami folyamatosan nevető görcsöt vált ki belőled. Játszogatós vasárnap? Holnap meg keményen megy majd a meló? Ide valami írva van. Ide valamit írtak. Hanover. Hanover. New Hanover. Én ezt még nem is vettem észre. Észrevettétek már? Lehet, hogy amúgy van is valami eldugva benne? Vagy mögötte? Volt ami táncos betegség egy időben? Az a izé? Nem, ami a... mondjad már, hogy mi annak a neve, a Parkinson-kór. Három nap melú, csütörtökön szétrobbantják a számat. Jézus Isten! Mennyire lesz problémás? Hogy érzékeled? Én nagyon vártam a doktor úr hívását, hogy szóljon, hogy mikor lehet majd a műtétre menni. De eddig nem hívott. Elképzelhető, hogy az nekem is olyan lesz, hogy esetleg néhány napig biztos, hogy nem tudok itt nyomatni semmit. Szóval, csak kézzel. Két fogat kell kivűteni. Akkor neked is ez megindult. Mi a fene van, hogy most mindenkinek ezek a műtétek jönnek? Lehet, hogy beléptünk abba a korba, amikor már műtéti sebészi úton kell eltávolítani fogainkat. Halálra táncolták magukat. Középkorban az emberek vízzene nélkül véresre táncolták magukat. Mi a szar? Véresre táncolták magukat? Mi van? Párvárosban kitört, mint járvány. De ez nem valami pszichológiai őrület? Nem valami mentális dolog inkább? Megérkeztünk a Trapper úrhoz. Urám, mondom az infókat a handban. Várom már.
Nagyon elfoglalt volt a hét, és nem tudtunk huntolni egyszer sem. Sajna. Na, jó napot, uram! Meghoztam magának a legendás húsokat. Szel. Nézzük, nézzük, mit hoztunk el neki. Ah, mókus farok. Sure. Oké, a turkey feathert azt nem. Wolf heartokat eladjuk. Mindet eladjuk. Cougar fang. Ez egy good wolf pelt. Perfect wolf. Ah, tényleg, tényleg ilyen tökéletes farkas izét is hoztunk. Na, azt Pearsonnek kell eladni, vagy ennek kell eladni vajon? A legendást az biztos, hogy neki adom el. Farkas tettem, látod, $23 ér. Az aránylag egy csomó pénz. Tudsz ajánlani valami jó western filmet? Nem, de a Google tud. Szevasz, Dávid a Dunából. Hogy vagy, mi a helyzet? Ebből menjen ki. És akkor három csillagosból van három? Szerintetek a három csillagosból egyet Pearsonnek adjak el inkább? Akkor lehet, hogy a táborfejlesztés... Jó, vagy lehet, hogy annak már egy kicsit késő. Tudod, mit, inkább fejezzük be. Fejezzük be, öreg. Azt mondja, hogy garmenteket tud csinálni nekünk, hogyha most rámegyek, hogy buy. A garment az egy clothing, ugye? Melyik rész? Az garment az nem valami gallér dolog lesz? Barlangban vagy nincs táborfejlesztés? Aha, jól gondoltam akkor. Garment set. The Beast of Prey. Aha, legendás farkas pelt. És egy Perfect Goat Hide kellene ahhoz, hogy ez meglegyen. Ó, itt sokféle cuccot lehetne ebből csinálni. Legendás kugár. És akkor így néznénk ki, így maxosba. Jó, szarul, nem mondom. Ráadásul itt különböző madarakat is el kell nejteni hozzá. Az a róka mi volt? Ú, ez jól néz ki, ez tetszik, mondjuk a Death Roll. Legendás aligátor. Panther. Aligátor vest. Aligátor csukák. Panther. Ez nagyon tetszik. Szerintem ez jó, jó lenne, hogyha lenne egy ilyenem. Kívánom vagyok, lassan végzik a főzések. Köszönöm, hogy elkapott ez a game, úgy látom. Ez a játék? Á, ugyan. Csak így offline időben szoktunk játszani, mint most is. T-betűs küldetés. Itt van fent a Beaver Hollow-nál. Egyébként ki kéne fizetni a tartozásunkat, nem? Ez kinek a küldetés? Ja, Trelawney, akiről beszéltünk ma, hogy fogunk vele kommunikálni. Legendás Panthert már régóta keresed, sosem találtad meg. Én ilyenkor már, hogyha nagyon nem találnám, biztosan megnézném. A Google-on. Nagyon szeretem ezt a játékot, igen, ez tényleg egy csoda. Őrület jó szórakozás. Neked is csak ajánlni tudom esetleg, hogyha még nem játszottál vele. Ez egész róka lenne a fejeden? Inkább mint egy egész aligátor. Balra fordulva fölfele Trelawney küldetése. Lássuk. Csak hogy kezdjünk el haladni is ezzel, mert ez lett volna a tervünk amúgy mára. Legendás fislokáció. Ahhoz biztos, hogy kell legendás fishbait, nem? De a térképet tök jó, hogy update-elték. Biztos itt ugranak a pisztrángok, nem? Így fölfele másznak. Szóval Szentop, hogy vagy, Mizu? Lassan végzek a főzéssel. Mit főzöl? Átmentem volna valamin? Volt valami kis nyöszörgés, hogyha jól hallottam. Annyira szép, hogy itt ugrál minden körülöttünk. Nézd meg. És legalább most már a trappernél is voltunk. Hogy a táborba jött vissza a... nem baj, nem baj, nem baj. Jó helyen vagyunk. Trelawney esetleg itt lehet? Igen. Mit csinál a táborban? Kedvenc PS4-es játékom volt, szeretem nézni a streamek reakcióit. Csodálatos egy játszás. És PS4-en is ahhoz képest nagyon szép volt a... grafikája meg nagyon fluid volt. Igaz, hogy 30 FPS-sel. Mi van? Köszönöm. Annyira köszönöm, hogy Abigail. Ugyan már, bárki kimentette volna John Marston-t neked. Még nem fejeztük be. Dutch úgy tűnik, hogy elvesztette az eszét. Igen, tudom. Légy óvatos. Ott áll a fánál. Nem kell, hogy vigyázzak magamra. Itt vagy nekem te a barátomként. Aha. De ez nem az. Szevasz, Trelawney, mi a helyzet?
I was leaving again? Yes, just leaving. Szóval... I'll see you soon. Perhaps. Lelépni készülök? Majd találkozunk? Ja, lehet. Well, hogy érti? Hát, you, too. Maga helyben én is eltűnnék. Ennek az egésznek már vége van eléggé. I'll be back. Visszajövök én. Nem. No, nem kell itt játszani többé. Jönjön el. I'll miss you, Arthur. Hiányozni fog nekem Arthur. Jó barátom volt. Azért ne legyünk annyira szentimentálisak. Egyen csak. Köndös az a hely. Thank you, Arthur. Köszönöm, Arthur mondja. Relonit is elküldjük a táborban. Nem elküldjük, el akart ő menni magától is. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Látom egy barátot, aki téged keres. Morgan úr. Itt van a törzsfőnök. Hogy van, kicsit jobban, hát remélem. Na miben segíthetek? Úgy hiszi, hogy kicsit előre tudta lendíteni a békeszerződés, vagy valami alkuhoz az ügyeket. Pirított zöldséges csirkés tészta, sajtos rakott brokkoli kegyére. Hétre letudom, hétközben való edzés miatt nincs ennyi idő rendelni, de meg hát igen, rendelni pénzügyileg. Iszonyat gáz. Szia Mikara! Nagyon szépen köszönöm a 26. havi feliratkozást. Hogy vagy, mi a helyzet? Figyelj, ilyenkor, hogyha egy hétre főzöl, akkor hogy tudod megoldani, hogy el is álljon? Mert nekem ez lenne a legnagyobb problémám ilyen dolgokkal, hogy három nap után azért általában nem szoktam megenni a dolgokat. Tehát a harmadik napon nekem ott határ van kb. Mindennel. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed. Favors beleegyezett, hogy találkozunk, beszélgetni, de meg is oldjuk az ügyeinket. De többször hazudott már nekem, mint ahányszor emlékeznék, de talán ezúton biztos, hogy békét akar. Perhaps I could make one last talán request. Egy utolsó kérés tehetnék önnek. Aha, szóval, hogy az emberei nem viselhetnek majd fegyvert, és azt akarja, hogy akkor mi vigyázzuk a tárgyalást fegyverekkel. Ceremónia lesz, beszélgetés. De úgy érzem, hogy törzsön kívüliek. Értem. Szóval, hogy az esélyek jobbak lennének, hogyha ott lennénk és vigyáznánk rájuk, akik nem a törzsel vannak ott. Szomorúan nagy esélye ellopták a bringámat. Ne csináld, nem kötötted ki jól. Arthur. It ain't my business, brother. No, I know. Nem az én dolgom, testvérem. Nem, de az enyém. Megteszed értem, jaj, Károly. Megmentettem az életedet. Do it for me. Tedd meg értem, mondja Károly. Sure. Jó. Na gyere. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Ennek a fickónak kellene csinálni a béketárgyalásokat is. Menjünk inkább, mondja Károly. Aj, Karesz. Őt kedvelem. Remélem, hogy ő nem fog meghalni. Ja, és akkor itt kellene felvenni a legendás ruhákat? Azt mondod még előtte? Ja, de így, hogy bejöttünk a küldre, így már nem is tudjuk ezt megtenni? Nem már. Ablak rácshoz volt kötve, mentem melóban, még megvolt, mire este hazaértem, nem volt sehol. Beszarsz, és az ablak megmaradt legalább. Egy Charles magyarítva Károly, ezt nem is tudtam. Hát bizony. Az újszülötteknek sok új van ám a nap alatt. Na! Állítólag itt lehet felvenni valami ruhát. Szerintem ez itt az én sátram, így van. Vagy hát nem tudom, ezt minek nevezzem. És hogyha azt mondod, hogy... Nem is engedi meg. Jogos adagonként dobozolni, dobozokat fagyasztani eláll egy jó darabig. Aha. Arra gondolsz, hogy ráunsz? Nem, én arra gondolok, hogy ha vasárnap főzök, akkor pénteken már biztos, hogy meg fog romlani. Küldetésre kell sajna menni. Valami gáz van-e? Nem, nincs. Miért? Kövessük a esőesését. Hotelből. Ez a fickó, ez nem fürdött már egy hónapja. Mit tesz egy meleg ruhát a lóra? Nem teszek, mert nem engedi a játék. Oké, voltak balhink itt a hadsereggel? Dutch-nak nem lett volna szabad beleavatkozni ebbe az ügybe. Fiam. Az a lényeg, hogy nem tud ráhatással lenni a fiára. Ő önállóan döntött úgy, ahogy döntött, hogy ő háborúzni akar, és csak abban reménykedik az öreg törzsfő, hogy valahogy azért még meg tud állapodni a
tábornokkal. A kolonel az a tábornok, ugye? Nem kérek én olyan sokat tőle. Amikor az embereink betegek és éhesek, és így, hogy látjuk, hogy az ellátmányokat visszatartja, miért nem láthatjuk, hogy személyes ügy ez? Amikor elpusztítják a szent helyeinket, hogyan kellene Eagle Flies-t meggyőznem, hogy nem kéne vissza, tehát hogy küzdeni ellenük fegyverrel. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe. Köszönöm szépen Martinnak a raidet. Jó estét, meséltek, hogy vagytok? Milyen a Final Fantasy? Én mindig reménykedem benne, hogy ezek meg tudunk egyezni. Alrighty. És ezzel megyünk is egy gyönyörű, gyönyörű helyszínen. Tetszett az alert, örülök neki. De az összes nagyon jó lett szerintem. Sziasztok, jó estét! Szia Martin! Meséljetek, hogy mi volt a helyzet ma Martin Starknál. Elén vagyunk, de élvezzük. Á, szerintem mindenki az elején van. Én nem hiszem, hogy bárki a magyarok közül előre szaladt volna. Az open world területek másodikát maxoltuk ki tegnap este. Bár lehet, hogy valaki csak azt csinálja, hogy a sztorin szalad előre. Csak akkor meg easing kell nyomni, ugye? Tehát az meg megint csak gáz. Többit még nem figyelted? Na majd szépen idővel. Most egy két hónapig nem fogok hozzányúlni az alertekre, biztos. Ott vannak az embereim fölöttünk. Hello. Előttünk. Ezek az emberek a barátaim. Gyerünk, menjünk. Uki nem lett? Az nem lett. De ha szeretnéd, akkor... Nagyon élvezetes a Final Fantasy is. Nagyon-nagyon nagyszerű egy játszás. Nagyon szeretem. Tetszik ez a sok új rendszer, amit... Megállás nélkül támadnak minket ma este. Köszönöm szépen Kata 148-nak a raidet, meséljetek, hogy vagytok, mi a helyzet. Ha valaki nem járt volna még Katánál, nyomjon egy követést rá mindenféleképpen, hiszen ő is a vészkórus tagja. Köszönöm szépen, csak nem Helldivers 2 Steel. Mit kezdtem el mondani? Közben jött az alert. És akkor mikor a ilyenkor rendőrségi feljelentés történik? Ismeretlen tettes ellen? Kameraképek megfigyelése? Vagy nem ér annyit a canga? Colonel Favors. Favors. Captain Monroe. Captain Monroe. Békébe jöttünk. Hello, újra, mondja az öreg. Ki ez a kettő? Az embereim barátai. Érdekesen néznek ki. Most miért mondod? Nem okoznak bajt. Hát remélhetem, hogy nem. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. Igen, szóval... Törfő, ezt a chiefet nem tudom kimondani. Angolul Rainsfallnak neveznek. Igen, igen. Biztos vagyok benne, hogy úgy neveznek. Ekkora csicska maga. Mi itt mind amerikaiak vagyunk, és szeretnénk, hogyha lenne ennek valami kimenetele. De őszintén, eléggé össze vagyok zavarodva. Maga emberei, az én véleményem szerint egy kicsivel többek csupán a bűnözőknél. Arthur, mi a szar van veled? Ide fogok hádni. Jézusom! Itt most mindenki beteg lesz? Igen, szóval megszegik mindig a béke szerződéseket, amiket kötöttünk, megállapodásokat. Mindenki életében problémát okoznak. De én úriember vagyok, azt gondolom magamról tényleg azt, azért vannak ennek határai. Maga jól van, ember? Jackson, vidd el innen. Ez nem véletlen volt, hanem ez tényleg történt. Erre gyere, haver. Mit mondod? Chief Rains. Mi ez a facetious? Rains fall. Exactly. Most le fogok ide borulni. Csúnyán köhög. Ja. Várjon itt. Hozzak egy kis vizet. Nem, jól leszek.
Aj, Morgan Arthur. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or... A katona azt mondja, hogy Monroe-t szeretné hadbíróság elé állítani. A kapitányt, akinek az előző küldiben segítettünk. Vagy legalábbis megpróbálja. Meg fogja szégyeníteni. Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like? Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is Favors azt gondolja helyesnek. Azt hiszi, hogy ő egy kém. Igen, azt gondolja az öreg kolonel, hogy valami köze volt ahhoz, hogy eltűntek azok a vakcinák. He thinks Monroe is going to force him into concession with the Indians. Bele fogja kényszeríteni, hogy valami confession-t mondott, hogy bevallja az indiánoknak, hogy mi volt, mi van? So he removes Monroe. Úgyhogy ezért eltávolítja innen. Hogyan? Favors wants him tried for treason. Azt akarja, hogy árulásért ítéljék el és akasszák fel. Why does Favors care about the Indians? Miért érdekli az indiánokat? Aha, hát a karrier meg minden. Hightail Favorsnek hívják, aki lemaradt a csatáról, szegény Monroe. Pedig kedveltem. Ja, tudom. Hát. Aha, szóval közben Favors-t halljuk a távolból, amint mondja az indiánoknak, hogy megszekték az alkút, és hogy az most már nincs, nem létezik. Jobban van? Ja. Menjünk. Lands you currently occupy belong to the United States government. Igen, és Istenem, ez degáz. Éppen azzal érvel, hogy a föld, amin az indiánok laknak, az a rezervátum, amiben belekényszerítették őket, az nem az övék, hanem az az amerikai kormányé. Is this so confusing, sir? Why? Miért ilyen összezavaró ez? Miért? Good day, Colonel Favors. Viszont látásra akkor. Well, that was remarkably unproductive. Egyáltalán nem volt túl produktív. The federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so? Na most itt arról beszélt, hogy a kormány tisztába tette, hogy a béke megállapodást, ezt nem lehet itt felrúgni, senki nem tudja, vagy nem rúghatja fel, és hogy ezt egyértelművé tették. And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? Az impudence az micsoda? Az nem az engedetlenség, vagy valami ilyesmi? Most jön az a rész, amikor az öreg szerintem megvádolja, hogy benne volt a gyógyszer lopásban Monroe, és hogy megpróbálja hadbíróság elé küldeni és felakasztatni. Insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me. Fogják le. Disobeying an order. Amiért a igen árulás miatt, meg hogy a parancsot nem teljesítette. Opa. Engedjék csak el. Ajajajajaj, kezd. Nincs úszni az irányítás alá ez a szituáció. Én befognám a pofámat, mondja Morgan Arthur. Nem akarom megölni ezt az embert. De megteszem, hogyha úgy alakul. Mindenki szépen fel a lovakra. Károly meg Monroe. I got a shot. Get off me. Elég komoly. You won't get away with this. Az komoly cucc, hogy tüzet hittnek ránk. Hát ez nem teljesen úgy sült el, ahogy terveztük volna, ugye? Captain Monroe-t ki kellett menteni. Hát hallottuk ugye, hogy mire készülnek, szóval nem lehetett annyira nagy meglepetés. Fogok-e rájuk tüzelni? Aha. Kérem a lovaikat legalább, az jó lehet, nem? Ez a majom, hogy telesett. Ez nem tudom, hogy borult fel. Szia, Axi, jó pieni. Ülötték a lovát neki is. Meg kell védenünk Monroe-t, de nincs Deadeye-unk, ezt azonnal pótolnunk kell. Erre a Q betűvel volt. Aha. Nice.
esküt tettem. Nem akar nekik visszalőni, amiért az esküje van, ugye? Tehát, hogy az esküje miatt... Tudom, mögöttünk is tüzelnének, igen. Ez itt a tervünk? Támaszt a másikat a fa mögött. Hát, milyen jól célzol ma. Mi kell tartanunk valahogy. Ez három szarlövés. Főleg, hogy a sziklában végzi. Aha. Miért lövök ennyire fosul? Mi van veled, Morgan Arthur? Nem értem. Nem ölhetem meg ezeket az embereket, sajnálom. Mondja Monroe időközben. Karlövésnek jó volt. Igen, hát ennek valahogy béke, vagy fegyverszünetnek kellett volna lennie. Most vagy soha, na menjünk. Igen, én is azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen Favors erőszak volt aki, hogy így alakuljon a sztori. Miért mit kell tennem? Szabad napomon tudnék bemenni? Jézusom. Tudja mennyi időt venne el, nem tudok mit tenni, sajna írtam a cégnek, bérnem a szobától a lakom, nem azért nem lakom az ötözáról. Ez szörnyű. Hát remélem, hogy azért valamit el tudsz érni. Én nem hagynám azért, figyelj, 140 ezer forint meg részletre vásárolt szanga, és ellopták, hát azért ott valamit szerintem mindenképpen próbálj megtenni azért, ne hagyd így veszni. Hát ha volt valami kamera esetleg, ami látta tettest. Az elkövetőt, vagy a tolvajt, vagy a rablót, nem tudom ilyenkor minek nevezik. Miért fordultál el balra, barátocskám? Miért fordultál balra? Istenem! Hallod? Hát egy jó irányban álltunk. Jézusom. Szegény, hát én is ezt mondom, igen. Valamit eszünk mindjárt, mi is. Na végre most már tiszta minden. Mindenki jól van? Nem igazán? Most mit tegyünk? Tűnjetek el gyorsan. Siessek. Rossz irányba megyek? Miért? Mire gondol? Merre menjünk? De miért szállt le a lováról? Mi történhetett? Miért szállt le a lováról? Itt valami nagyon furcsa dolog történt a questben. Nem, ma még nem. El sem hiszem, hogy mi történt. Egész életemben a hadseregnek dolgoztam. Kihallgattam őket beszélgetés közben. El akartak akasztani téged. Nem haltsz meg azok miatt a hülyék miatt. És mi van a törzsővel? Megteszünk mindent, amit tudunk. Guess I won't be submitting my report. Hát akkor gondolom nem kell beadnom a jelentést. Ja, azt én se gondolnám. Ez a környék mennyivel tisztább és mennyivel hatalmasabb préri. És egy hatalmasabb a préri, tehát így, hogy ránézel, mint az a hely, ahol eddig mászkáltunk ott Ennsburg, meg New Hanover környékén. Ugye ott ilyen tök sűrű, meg bimbes dombos, meg a hegyeken túl nem látsz, meg minden. Itt teljesen, ameddig a szemmel lát préri. Gyönyörű, ez a kedvenc helyem a játékban. Jó messzire jöttünk el. Most felrakjuk a vonatra a csávót és... De jó, hogy nem hátrafele kölyögtem. És akkor ő hova fog menni? Mit fog ez után csinálni? Oh, Istenem, Arthur. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry. Mostantól már nem Captain, hanem Mr. Monroe. Inkább a nevem, attól félek, mondja. Sajnálom a karrierjét. Na tessék.
Here's some money. Itt a kis pénz. You take it and get out of here. Vegye el és tűnjön el. Kezdjen egy új életet valahol. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train in San Diego, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Kerülj el Guamán. Jaj, mindegy, semmi. Hát igen, az egy szar hely volt. Találkozunk a táborban, jaja. Mr. Morgan! Mr. Morgan, hát jól van. Never better. Sose jobban. Mit csinál itt? On my way down to Mexico. Indulok Mexikóba. Finally sending me on a mission. Ah, küldetés, misszióra küldenek. Dorkins nagyon irigyel. Istenem. What's wrong? Mi a baj? I'm dying, sister. Hallaklom, nővér. Okay. Yeah, I got TB. TB van. I got it. Elkaptam. Miközben alára vertem egy embert. For a few bucks. Néhány dollárért. I've lived a bad life. Rossz életem volt, nővér. We've all lived bad lives, Mr. Mindannyiunknak rossz élete volt. Mind bűnbe estünk. De én ismerem magát. Nem ismer engem. Bocsásson meg, de hát ez a probléma. Hogy magad nem ismeri önmagát. Hogy érti? Nem tudom csak. Amikor találkozunk véletlen, mindig segít az embereknek és mosolyog. Volt egy fiam. He passed away. Aki meghalt. Had a girl who loved me. Volt egy lány, aki szeretett, de azt elhajítottam. Édesanyám meghalt gyerekkoromban, apám pedig. I watched him die. Néztem őt meghalni. It weren't soon enough. És nem történt elég korán. A férjem régen meghalt. Az élet tele van fájdalommal. De van szépség és szeretet is benne. What am I gonna do now? Mit fogok csinálni? Be grateful that for the first time. Legyen hálás, you see your life clearly. Első alkalommal az életében tisztán látja a saját életét. Perhaps you could help somebody. Talán segíthetne valakinek. Helping makes you really happy. Segítés az nagyon boldoggá teszi magát. I still don't believe in. Én mindig nem hiszek semmiben. Often neither do I. But then gyakran I meet someone like you. De aztán találkozom valakivel, aki olyan, mint maga, és talán minden összeáll hirtelen. You're too smart for me, sister. Okos maga nekem. I guess I'm afraid. Attól tartok, hogy félek. There is nothing semmi to be afraid nem kell félni. Of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! Tegyek valamit szeretettel? Mire gondol? I shall try. Majd megpróbálom. I know you will. Tudom, hogy megfogja. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Viszlát, Morgan úr. Viszlát, nővér. Ez a beszélgetés deep és heavy, morál szintet függvényében más is lett. Biztos vagyok benne, mert most jelenleg maximum vagyunk vele. No, ki kéne fizetni, ha már itt járunk a vérdíjat. Meg kell nézni, hogy hová menekültünk időközben. 20 dollár nem sok pénz viszontlátásra. Van esetleg? Nem, nincs. Lehet, hogy el kéne mennünk vonattal visszafelé. Hát rengeteg, rengeteg. A térkép kellős közepén vagyunk Hanoverben, ugye? Rengeteg minden küldetést lehetne most csinálni. Mi lenne, hogyha idejönnénk Saint-Denis-be, és miután megcsináltuk Sadie Adler küldetését, megnéznénk, hogy mi van itt a Braithwaite Manornál, itt pedig Billy Midnight vár ránk Rhodes környékén. Ez is jó lenne. Szerintem ez egy ilyen jó íve lehetne a dolgoknak. Szia Zsolensz, hogy vagy, mi a helyzet? Szóval Saint-Denis? Oh. Úgyhogy jelenleg elérhetetlenek a vonatok? Az a baj, hogy most ment el. De akkor miért engedi, hogy vásároljak, hogyha nem elérhető? Ne csináld már. Thanks, partner. Jaj, a híd! És minden abba az irányba ment volna át.
Melyiket robbantottuk fel? Amikor itt fent járkáltunk, az indiánok környékén, nem ez volt az, a Bakusz, de ez van kiikszelve. És akkor emiatt nem működik a vonat az Emerald Station-től Saint Denis-be? Arthurnak volt egy fia, meg egy lánya, akik nem. Arthurnak egy fia volt, aki meghalt, lánya nem volt soha. Stagecoach vagy Fast Travel van? Hát... Na hát, hogyha vonatozni nem. Nincs annyira messze ez a BB. Akkor innen közelítjük meg Sadie Adler küldetését. Feleséget ott hagytam. Mi? Nem volt feleségesen. El vagy barnáj, el vagy teljesen most kavarodva a karakterünket illetően. Nem volt felesége. Azt mondta, hogy volt egy nő, akit szeretett, de azt eldobta. És mondta, hogy eldob. Igen, de nem volt a felesége, tehát nem volt templomi ízé, pap meg minden esküvő, érted, nagy lakodalom. Akkor azt máshogy mondta volna valószínűleg. Vagy akkor legalábbis hallottunk volna erről. Nem beszélve arról ugye, hogy a Máriának mindig segítettünk. Néni csak a jegyese volt. Hát azt, hogy hogyan nevezték, azt én neked nem tudom megmondani. Ennek utána kell néznetek szerintem a Google-on. Minek nevezték egymást. Fiatalkori jegyese volt. Na tessék, Covilier tudja. De nem házasodtak össze. Pincérnő meg később. Na pincérnőre nem is emlékszem, látod. Képét még őrzi ott van a táborban az ágyunk, mert így van, igen. És találkozunk is vele. Kiutálta a nő családja az elején, az ő öcsét kellett megmenteni a szektától. Ja, kíváncsi vagyok, hogy azóta mi lett a gyerekkel egyébként. Ó, és egyébként, hogyha Saint Denis-ben járunk, akkor meg kellene néznünk majd azt a társulatot. Tudod, a Magnifico, azt hiszem így hívták a csávót, az a nagyember, meg a furcsa koponyájú társa. Ők most előadnak egy valamit Saint Denis-ben. Meg kéne néznünk, hogy mit csinálnak. Nagy színházban. Öreg indiának meséli el a gyerek anyja. A gyereke meghalt, a nő is. A blokkolt a kartón nem volt ott éppen. Ja, hogy a pincérnőtől lett egy gyermeke. Aha. Ezt nem tudtam. Sőt, számomra még az is új információ volt, amíg most el nem mondta, hogy volt egy fia is. Nagyon keveset tudunk meg róla. Inkább a tettein keresztül és gondolatain keresztül ismerjük meg Arthur Morgant, de a múltjával csak ilyen kis morzsákat kapunk, tudod így néha. Nem csináltam én semmit, esküszöm, vagy nem? Kiszabadítsuk! Szerintetek megérnie kiszabadítani a nőt, vagy sem? Azt hiszem, hogy még egyet sem szabadítottunk ki, de hogyha... Ne? Jó. Szevasz, Rendai boy! Mi a helyzet? Hogy vagy? Jó estét! De rég láttalak. Remélem, hogy jól szolgál az egészséged és minden szuper nálad mostanság. Megérkeztünk arra a helyre, ahol legutóbb látták ezt a banditát, aki egy legendás gunslinger, nekünk pedig jó lenne, hogyha egy képet sikerülne készíteni vele. Lómeneket ne bánts, csak a bounty hunter-öket. Aha. Szerintem bekapogunk a házba, hát ha itthon van. You there. Te ott. Jó napokat. Fejvadász? Nem, egyáltalán nem. Maga Black Bell, szeretnék a vadnyugati napjairól beszélgetni magával. Ez sem szarom a visszaemlékezéseket. Van barát esetleg itt a környéken, aki fejvadász? Nincs. Na azok, aha. Tudtam, hogy előbb-utóbb kifutok a szerencsémből. Nem fog a skalpadászok elől elfordulni. Tudassa velem, hogy mit tehetnék. Szeretné azt a vadnyugati sztorit, ugye? Igen. Akkor jöjjön fel ide gyorsan. És... Ez jó lett ez a megállítás. Ez az egész hely
be van drótozva? Szóval nitroglicerinnel, TNT-vel fog mindent kirobbantani? Szia pingáló pitypang, jó estét kívánok! Én még véletlenül elloptam a lovat az én játékomban. Mi? RDR 3, RDR 2, előző sztoria lesz. Azt tudod ugye, hogy az RDR 1-nek ez az előző ménye. És hogy nem emlékszem, hogy bejelentették volna az RDR 3-ot valaha is. Véletlenül elloptam, olyan volt, mint az enyém. Jobban két hétig beteg voltam, aztán munka után leginkább... Milyen betegség? Örülök, hogy jobban vagy már. Na, jó napokat! Van itt egy kis szerződés. Most arról beszél, arról próbálja őt meggyőzni, hogy inkább az élete helyett a szabadságát vegye el. De hozzá csak ide, hadd nézzem meg! Hol kell robbantanom? Jöjjön csak! Ott álljon meg! Oké, mehet. Lóan! Ennyit a szerződésedről, majom! Na azért! Ó, ezek többen is jöttek! Hány kalapot lövök le még? Ez eldölt, mint egy krumplizsák. Nincs magának szüksége rám, úgy látom. Ilyen édes vagy, de... Hoppá! Mit mondod, hogy married out? Mire gondolom married out alatt, hogy... Azt a rohadt mindenit. Ez egy homloklövés volt a részemről, szép. Barney, ha akarsz, segíthetünk lefeküdni. Azt a rohadt mindenit, kilövi a szemét. Ja, itt nincs wallbangeri. Aztán meg vagyunk. Is that the last of them? Yeah. Ez az utolsó. You got them scalp hunters off your back. For now. Lerázta a skalpvadászokat. Hát egyelőre. You gonna tell me about your Wild West days? Most már mesél a napjairól. Little Boy Calloway? Vagy mi Little Boy Calloway a napjaim, amiket eltöltöttünk. The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Mindig próbálta a harcok elől elmenekülni, és kb. Ennyi. Pedig híres gunslinger volt ő. Ne keverje össze, hogy mi az, hogy valaki híres valamiről, azzal, hogy mi az igazság, mondja. Too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. What were they like then? Ez a cigi nagyon kellett, hát... Same as now, I guess. Only longer ago. Alright. I'm gonna need your picture too. Szóval, hogy ha nem gáz, akkor egy... No trouble at all. Képet készítenék, nem egyáltalán, nem baj. Nem lehet szarabb, mint a szörnyű rajzok a körözési plakátokon. Hát akkor álljon oda is. Ready? Készen van. How do you want me? Like this? Hogy álljak így? Ez király, ez tetszik. Várjál, valamivel lehet zoomolni? Aha. Fotók a G-vel, nem? Focus lock enable? Mit jelent a fókusz? Ja, hogy ráfókuszálok? Igen, és... Ez igen. Okay, I got it. Meg is van. Be on my way. Akkor gondolom megyek.
Well, thank you, Mrs. Bell. Köszönjük, Mrs. Bell. You gonna be all right? Jól lesz? Oh, been running for 20 years. A 20 éve menekülök. I'll be running till I drop. Addig fogok menekülni, összelem esek. Így mennek a dolgok. Akkor sok szerencsét, és azzal el is men. Na, ez egészen érdekes volt. És akkor most a Bounty Hunter-öket mind ki lehet útolni. Itt hagyott nekünk... Ja, nem vett el belőlük semmit, mert az Only Guns, ja. Nézzük, hogy mi van náluk. Valamilyen... Nem tudom, hogy milyen oknál fogva, de nem írja ki, hogy mit lootolsz, látod? Most sem fogja kiírni, és ilyenkor az emberben felmerül, hogy lehet, hogy nem is lootolsz semmit. Tempósan azt mondod, hogy... Na most $2 kaptunk, 3-at. Azt mondod, hogy jönni fognak. Ezt a Gatlinget el kéne vinni egy... Mi a neve ebben a játékban? Tudod, akinek el szoktuk adni a dolgokat. Tele van a tasakod, ezért egy csomó minden elvész. Aha. Hát gondolom, hogy adogatni kellene kifelé a cuccokat a vendornál, de hát így, hogy van közel 4000, vagy közel 5000 dollárom, szerintem... Wow, hogy bele... Miért a sárba ez, de király? Tök jól van megcsinálva a sár. Nézd meg, milyen szép ez a játszás. Hát megőrülsz egyszerűen, gyönyörű. Fence, igen, az a neve. Szóval egy olyat találnom kellene. Nincs egyébként Szendeniben? Ez mit jelent? Ja, hogy itt lehet a bait. Aha, igen, itt lehet a csalikat venni. Széli Adler küldetése. Fence nincs a izében, nem ez az? De ez az. Á, de van nálunk egy csomó izé, ilyen cucc, amit amúgy sem tudtunk eddig nagyon pénzét tenni. Aranyrögök, meg mit tudom én. Ezek azok a legendás madarak, amiket el kell ejteni. A per mellett ott volt a lap... Micsoda? Nem holnap, nem lesz erdérkedtünk. Trapper mellett ott volt a... Milyen rabszolgáról beszél? Trapper az itt volt fent valahol. Ennsburgi Trapper és... Nincs itt mellette semmi. Hát itt van izé Van Horn a Trading Post esetleg, hogyha oda... Mondta Iván, hogy oda majd térjünk vissza egyszer. Ha ismered a nővért, akkor kiszabadítottál papának egy rabszolgát. Gondolkodom, több ilyen küldetés is volt, de... Volt olyan ott Szendeni városában, hogy valami régiség volt, sok bútorral benne, és akkor az egyik szekrény mögött találtunk egy ilyen titkos lejárót, és akkor ott egy pince helyiségben rabszolgákat tartott a csávó. Aha. Igen, és azt el is intéztük egyébként. Valami szuper állat volt mögöttünk. Igen, igen, igen. És akkor most... Miről van? Ja, hogy... Az a fence. Ne, tényleg. Wow, és most nem lesz mérges rám? Vagy amiért így összeszartam a rabszolga bizniszét, ez nem lesz gond? Az a bolt lesz az, aha, köszi. Mert én akkor lehet, hogyha ha nekem valaki tönkretette volna a jól menő bizniszemet, akkor utána nem annyira akarnék üzletelgetni vele. Nem, mert az az öccse volt? Aha. Mármint, hogy melyik gempa? Egy másik lesz ott, értem, jó. Akkor van egy fickó, aki a fence, és annak az öccse a rabszolgatartó. És nyilván a bátyja nem tudott semmit, és nem is volt benne. Nem is tudta, hogy itt Shaq's Dungeon van. Aha. Ebben az időben már léteztek BDSM szerkók. Van is elad neked, akit kiraboltál. Mit csinálnak ezek? Mi a szar? Ez hogy történt? Mi történt? Mi a franc volt ez? Mit csináltak? Leöntötték őket? Miért ne? Itt élte a fénykorát a BDSM? Én nem tudom, mert nem kenyerem, tehát engem nem igazán érdekel, ezért aztán sosem néztem utána. Kiöntötték a kakát az utcára. De nem Párizsban vagyunk. Itt lakik a fence. Jó napokat, uram. Shopkeeper úr.
Aha, felmegyünk. Ez valóban az a bolt. És lehet nála craftingolni? Micsodát? Lehetne ilyen legendás foxclawból egy foxclaw trinket. Szerintem ezeket meg kell csinálni, ez biztos, hogy valami jót ad, nem? Eagle Eye aktívban maradhat 5 másodperccel tovább, és ez HP XP bónusz 10%-kal megnő. Ezeket csinálgatni kellene. És a farkas szív? 2-szer több alkohol tudsz meginni, mielőtt éreznéd a negatív hatásait a részegségnek. Ez micsoda? Wart chunk, meg ilyenek kellettek hozzá. Silver chain bracelet, meg legendás Berklow. A HP kor csökkenése 10%-kal csökken. De hiszen ez tök jó. Perkeket lehet? Aha, ja, megérte amúgy, jó cucc volt ez. És akkor van még több is, annyira nehéz ez a lépegetés itt valamiért ebben a játszásban. Új, itt azért sok cucc van, amit szerintem ilyen... Last chance for sales. Jó, van, mindjárt csináljuk. Yes? I'm in no mood to socialize. Okay, let's see your wares. Már itt beszólt, hogy mennie kell. Na, itt van egy gold ingot, ami 300 dollár. Itt van egy meteorit, ami 30. Ez csak annyi, hogy eladott 30 dollárért? Ó, van itt egy ilyen Native American gyűrű is, 10 dolláros. Sell all, aha, ez 35 dollár. Ez 25 dollár. Még 25 a gold wedding ring. Ezek nem kellnek nekem, semmi jó nem származik ezekből. Azért nehéz, mert kurzorral kell megleveni ezeket a menüről. Ugye? Akkor ezek szerint te is problémába kerültél vele, ha jól értelmezem. Eladjam ezeket az ősi viking combot, meg ilyeneket? Ez 50 dolláros. Megőrülsz. Kis jewelry bag, mehet. Platinum earringek, 2 darab. Ennyi pénzt ember még nem látott ebben a játékban. Szóval kell ez a meteorit, vagy nem? Mit gondoltok? Vagy csatornázás nagyon sokáig. Betegségek miatt nem is lett Róma bukása után ipari forradalomig csavarta a Temze szagaz. Ura kórát, éli edény gyűjtőkocsiba tették, kiborították az emeletre. Aha. Nos, ki tudja, kell-e a meteorit vagy sem? Te megtartottad? Jó. Akkor az aranyingotot azt viszont eladom, és akkor így van 5200 dollárunk. Gondolom, hogy aranyra nincs szükségem. Jó, és hogyha vásárolni szeretnél tőle, akkor mit vehetnél? High Roller Revolver. És ezt megéri megvenni? You have a distinctive palette. Cleaver, Hatchet, Dobótör, Provisions, Potens, Snake Oil. Good. Menjen. És itt van az összes többi pamflet, amit ami megtanít nekünk mindenféle receptet. Hát gondolom jól tenném, hogyha ezeket inkább tudnám, mert látszik, hogy milyen ütemben találgatom meg őket, ugye? És akkor így, hogy ezek a... micsoda? Explosive slug? Megőrülsz. Dinamit nyilvessző? Hülye vagy te? Mindent megveszek. Amire nem írja, hogy sold for cash. Én is megtartok minden extrát. Aha. Jó, és akkor most ez a sok-sok pamflet, ezeket egyesével kell megnézned? El is kell olvasnod, vagy csak put away? Jesszusom, mennyi mindent vettünk fel. Vagy ezeket most már akkor megtanulta, ismeri, kész? Az a baj, nem tudom, hogy most ez már bekerül-e a crafting dolgainkba, vagy sem. Vagy mindenképpen egyesével meg kell nézegetni őket. Azt mondja, hogy visszarakták a lovamra. Hogy ez lenne az a High Roller Revolver. Nem, ezt semmiféleképpen nem akarjuk megtartani magunkon. Biztos, hogy jó, meg legendás fegyver, meg hű, meg ha. De azért jók szerintem a mi fegyvereink is. Nem kell nekünk kiterültetni ezt a dolgot. Hogy másik legyen a kezünkben. Viszont ilyen dolcsal mehetnénk a Hunt Showdown világából. Azt mindenki nagyon szereti. Itt mi a különbség a... ja, az egyik, meg a másik. Aha, a condition ennyire szarul van. Menj már. Jézusom. Azonnal meg kell tisztítani a pisztolyainkat. Dinamit nyír receptort indián falu kis hígy alatt, ezt kerestették veled. Aha, köszi szépen. Most várjál.
Ha azt mondtam, hogy maintain, akkor miért nem kezdte rendbe rakni? Aha, clean. Mindjárt helyreáll a kis... oda néz, milyen gyönyörű. Hát nem gyönyörű, hát dehogy nem. Hát mindenki erre várt, hogy mikor tisztítja már meg, hát hogy néz már ki. Nem olajozod meg a lovadat, sem kell féled. Jól van már? Tessék. A férfi beszólt, hogy tegyem el a pisztolyt azonnal, mielőtt valaki megsérülne. Tárból a ruháknál nem akartál valamit megnézni, nem? No, tehát így, hogy ezzel megvagyunk, egy kicsit megyünk odébb. Vajon ilyenkor működik a színház? Mert hogy csak meg kéne nézni azt az előadást, amit a Magnifico csinál Bengával, meg a nővel. Szegény paci, mi bajod van vele? Jaj, mi bajod van vele? Hiszen tök szépen tartjuk. Hát, hogy nem ártana vacsorázni valamit ennek a jó embernek, nem? Nézzünk egy kis kaját. Azt mondtátok, hogy olyat kell lenni, amelyik ilyen mindenféle fűszerrel ellátott hús. Fogalmam nincs. Ez mennyit tölt vissza? Egész jól nyomja, ez jó lesz nekem, köszönöm. Ja, ez a Smokey, mit nyomsz? Jobban jártunk így, hogy megvásároltuk ezeket. Hát érted, végtelen pénzünk van. Nem tudunk vele mit kezdeni ebben a világban. Nincs az, hogy veszel magadnak egy házat, és akkor mit tudom én, beállítod, hogy bordélyházként működjön, és akkor folyamatosan hozza neked a pénzt, vagy investálsz mondjuk narkóüzletbe, meg ilyenek. Mondjuk a polgival lehet, hogy beszélni kell. Ó, és tényleg? Hiszen az mindig csak éjszaka érhető el. Jó, először a színház, utána a polgi. Mert hogy azt a questline-t is már 1000 éve megkezdtük, és még mindig nem haladunk vele sehová sem. Átmegyünk a trolli előtt, ez veszélyes. Rám is dudált a csengőjével. No, nézzük csak. A kis moonshine, igen. Mondjuk az kapásban van is a játszásban, több is. Vegyünk jegyeket a Ticket Taker-től. Megkértek, hogy Van Horn-nál, amikor találkoztam, igen, azokkal, akik előadnak. Szóval, hogy nézzem meg őket. Mindjárt jön fel a... Jó, szóval beengednek ingyen, azt mondja, hogy menjek, beszéljek a társulattal, és utána a műsor után jöjjek vissza, és beszéljek ezzel a fickóval. Jó. Nagyon jó a Fear trilógia, azt szeretni fogod. Üljünk csak le. Erre előrébb is ülhetek? Mindegy, jó, az innen jobban látunk. Kíváncsi vagyok, hogy hányadik műsorszám lesz az, ami a Lantert elő lehet venni, hogy kicsit világosabb legyen. Thank you. Welcome. Welcome everyone. Remélem mindenki kikapcsolta a telefonját. Aldridge T. Abington. Thank you. Bemutatkozik a fickó. Yes, Aldridge T. Abington. Few men have had a career more crowded with incident and various intercourse with the world than I. Kevesebb fickónak volt valami konfliktus, mint az ő életében. De most ő felkonferálja a műsort, vagy saját magáról beszélget? In an effort to bring this entertainment to even the poorest dreamer of dreams, I have determined the ticket price should be very low, and the show held without a profit to me. It's true. Most arról győzködt bennünket, hogy a lehető legolcsóbb a jegy erre az előadásra, és hogy ő nem profitál belőle semmit sem. Majd bemutatja ezeket a furcsa fickókat, ami Isten verte helyen találkozott velük, kretédeket szórakoztattak. Miss Marjorie és az orvosi csodái. Szia, Raja, jó éjszakát, jó pihenést! Miért van egy korbács a nőnél? Dandies and dancing girls, well, that ain't true, is it?
Szóval mindenki szépen ragadja meg a székét, mert van egy csodálatos műsorunk számotokra vagy önök számára, mondja Margery. Hadd mutassam be az orvosi csodáinkat. Ezt úgy hívják, hogy színház, Barney. Nem is annyira okos, mint ahogy kinéz. Aha. Ami hiányzik az agyából, azt az izmaival kompenzálja. Féleszű Herkulesünk, erős, mint egy ökör. Valakit felhív a színpadra. Szeretném, hogyha megütni őt. Na, egy nagy, kemény csapást. Az egyetlen veszély, hogy eltöri a saját kezét. Törfél, gyerünk, csinálja már, mondják a civilek neki. Szóval meg fogja ütni. Oké. Okay. Mit csinál? Jaj, Bertram! Igen, kicsit beleéli magát a szituba néha. Féle barom show ez, mondja a férfi. Hát majdnem megölt engem az a csicska. Ez a szörnyeteg. Felveszi és mit csinál vele? Jézusom! Kicsit félre megy a műsor szerintem. Miért FPS droppol vajon? Megérkezik a hatalmas Magnifico. And I have tamed the beast! Drop him! Hozzatok még több freaket! Azt szarad mindenki. Ladies and gentlemen, I, Magnifico the Magnificent, am a master of apparition! Szemfényvesztés mestere, Magnifico. És az eltűnésé is. Eltüntetésé. Sőt, az átalakítás is. Amúgy tényleg ügyes. Magnifico-nak tényleg vannak képességei ehhez. Tényleg, amikor üldöztük. Tökére fejlesztette a hipnózis, telekinézis, telepátiát és a szabaduló művészetet is. Micsoda, mi az a frock? Leveszi a ruhát róla? Megszabadítja a ruháitól a nőt? Ezt a mindenit. Egy kis csicska pervers. Melyik része a ruhának a frog? Milyen kövesd a testvéredet? Ennyit a műsorunkról. Hát nem tudom, mit mondjak. Akkor szerintem mehetünk is most, hogy megnéztük. Ja, nem sokat láttunk bele, nem csodálom, hogy átraktad a full screenre. Várjál? Ez tök jól van megcsinálva, hogy a műsor megy, te meg csak kisétálsz és ott hagyod, és attól még nincs vége ennek a dolognak, hanem ez éppen bent zajlik. Hát nem semmi volt. Van itt valami ön számára. Sok szerencsét. Mi ez? Adtak nekünk egy csomó, egy rakat pénzt, meg egy levelet. Margery-ék. $40. Olvassuk csak el. Micsoda? Csodálatos meglepetés. Milyen édes, hogy eljött, hogy megnézze a műsort. Remélem, hogy tetszett. Szörnyű itt a közönség és a fiúk, hát teljesen le vannak nyűgözve, hogy maga is itt van, saját különleges kis módjaikon. Tessék, itt van az ígért része a műsornak, és $40 küldött a nő. De rendes.
Az egész gémél attól, hogy nem látjuk, ez a durva benne. Aha, igen, igen. Ugye mondták, hogy jöjjünk el, nézzük meg majd a műsort, és szerintem a legtöbb ember félváról vette ezt a dolgot. De íme. Ha ide jössz, egy csomó pénzt kapsz azért, hogy megnézed őket. És gyakorlatilag itt van vége a mellékküldetésüknek, amit megkezdtünk, csak nem jelölte ugye semmivel a játszás. Viszont időközben ugye az éjszakában nappal lett, és a küldetés itt elment a polgi, de nem baj, mert Sadie Adler küldetése az itt van. Élve vagy halva akarnak engem itt ebben a városban. Érdekes módon a rendőr, akit majdnem elütöttünk, nem ismert fel bennünket. Van egy fickó, akinek adni kell neki is pénzt, ugye? Tessék? Ez menekülni olyan, hogy nem jelöli. Igen, igen, igen. Adott nekünk egy zsák szart. I want you to have this. Azt akarom, hogy megkapja. Ó, köszönöm a különleges snake olajat. Azt mondja, hogy jó érzés neki adni, ahelyett, hogy csak koldulna. Ha a szöveg elhangzott, hogy látogass meg, akkor az hint sokszor. Aha, igen. Az orvos nem tud minket egy kicsit helyrehozni. Tehát nincs olyan, hogy bemész és ad megint egy olyan shotot, ami a múltkor... tök jó hatással volt ránk. Adok neki 1000 dollárt, hogyha kigyógyít ebből a szarból. Tudod mit, legyen 2000. 3. Kössük ki a lovunkat valahová. Nem, mint hogyha látnék olyat, ahol kiköthetném. Lehet, hogy nem is kell kikötni akkor. Nem úgy tűnik, hogy itt leszállok ennél a helyi krimónál. Don't you worry about me. There you are. Csak ne aggódjon miatt. Ah, Istenem. Let's go. Let's go where? Na menjünk, hová menjünk? Today is a great day. Majd nagy nap van, Arthur, mondja a csicska. Amikor felakasztják Colm O'Driscoll-t. Vagy felakasztják, vagy derülöm. El fogják akasztani. Oké. Okay. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Szóval én nem iszom előre ennek a medvének a bőrére, mondja közben itt Arthur, mert amíg nem látom, hogy tényleg el nem törik a gerince, mármint hogy hát tudod ott nyaknál, érted, addig nem hiszi el, hogy ez tényleg meg fog történni. Folyton elkerüli az akasztását. Wanted men, we're gonna attend the event ourselves. Annak ellenére, hogy minket is köröznek, meg fogunk jelenni ezen az eseményen. Careful. Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, azt a kurafit, hogy az utolsó lélegzetét szívja be, akkor boldog emberként halok majd meg, mondja Dutch. Szóval ebbe fogunk beöltözni, hogy Jézusom. Aha, szóval, hogy lesz rajtunk egy kis álca. Rendőröknek öltözünk be. Sadie-nek milyen szép ruhája van egyébként. Gyönyörű ez a ruha. Milyen szépen néz ki benne. Átvágunk a sikátoron, hogy mehessünk oda a gallowshoz. Oké, szóval a fegyvert mindig elrakva tartjuk, és semmi baj nem lesz. Na, Adlernek nagyon jól áll ez a ruha a dicsértemek közben. Azért öltözött fel, mert hogy ez egy nagy ünnep számára, Sadie számára, hogy a férjének gyilkosát láthatja ugye lógni. Mondom, engem is nem észárol. Igen, az ő férje nem jutott ki, ő nem volt ilyen szerencsés. Hogy maga elvesztette a férjét, ő meg Annabelle-t vesztette el, Dutch mondja, hogy ő Annabelle-t is. Van miatt igen, mindenki elvesztett valakit már. Ezért fogjuk átvezetni őt az örökké valóságba. Ámen erre. Oké, viszont hideg fejjelken megközelítünk, és nem szabad, hogy a ravaszra kerüljön az ujjunk. You gonna keep your cool? Really? És te tényleg nyugtan fogsz maradni? Tényleg? Mostanság gyakran elveszed az eszedet, Dutch. Ez a kétségbevonás meg a kérdezős ködései. Hiányzik a régi Arthur. Hagyjátok abba, mondja Sadie.
Okay, szóval, hogy a lényeg az, hogy egyetértettünk abban, hogy hogyan kell ezt megcsinálnunk, úgyhogy akkor let's go. Shadynek nincs már férje. Özvegy. Így kezdődött a játék. Hogy amikor a hóban betérünk hozzájuk, akkor a O'Driscoll-ok már megölték az ő férjét, és csak ő maradt egyedül életben. Az a játék legeleje. Pair of assholes. Sure. They're Combs boys. Aha, az a Combs. Yes, I think so. Srácok. What a surprise. Micsoda meglepetés. I'm glad we're here. Örülök, hogy itt vagyok. Ebből balhé lesz. What are they pointing at? Mire mutogatnak? Nem tudom. We gotta follow them to find out. Követünk kellene őket, hogy megtudjuk. Oh, here comes somebody. Gyere, itt valaki. Stay here. Maradj itt, Shady. És ne csinálj semmit. Na, mi lesz ebből? Nyilván Dutch megint ránk hozza a baj. Az igen. Nem akarunk... ja, hogy a tömeg összegyűlt, hogy egy műsort látásan nem akarjuk, hogy csalódás legyen ez számukra. Hogy beszólt Dutch egyébként a másik izé rendőrtisztnek, ott balra láttad, hogy menjen aztán keféje a szalomat szépen. De meg el is hitte. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Ez itt nem az idő, hogy kétségbe vonjuk a döntéseimet, vagy a tiédet. Jelenleg azért vagyunk itt, hogy Colm megkapja azt, ami neki jár. Hát megint összeszólalkoztak. Ez most már úgy tűnik, hogy rendszeres Arthur és Dutch között. Csöndösen menjünk be, mondja. Látszik, hogy teljesen megromlott a viszony köztük. De hát gyakorlatilag Dutch az, aki erről tehet. Hányan vannak elegen? Akkor mit gondolsz? Ali fent van a tetőn. Aha, amint elkezd dövöldözni, ott termünk és gyorsan mozgunk majd. Aha. Szóval tervezik az öreg Colm O'Driscoll-t kiszabadítani. Van egy fickó a tetőn fent. A lényeg az, hogy kapjuk el. Fel kell mennünk az épületeken keresztül, a verandákon át, bárhogyan. Szia, Sopsnom, mi a helyzet, hogy vagy? Szóval fel kell menni és el kell őt kapni. Mi lenne, hogyha... egy viking hatchet-tel valaki ledobná a csávót. Minden Rockstar játékban van egy olyan küldetés, hogy rendőrnek kell beöltözni. Aha. Lehetséges, nem tudom. I don't trust someone holding a weapon for no good reason. Don't worry about it. Find a way up to the roof and stop him. Keressek egy utat fölfelé. És állítsam meg, mondja közben, halljuk a Dutch-ot magyarázni. Aha. Szerintem jó felem megyek. Át kell vágni itt a kiállításon. Meg kell közvetíteni a shooter lokációt. Azt hiszem, hogy le tudok-e googolni, de nem. De igen. És ez itt balra van. Na várjál. Ide nem mehetünk be. Hogyan mehetünk oda ki? Ez egy ajtó. Aha. Tetőkre is fel fogunk ez alapján mászni. Csöndesen. Arthur mindig a C-t nyomom meg, hogy leguggolja. Itt van. Kicsit jobbrább. Nem tudom, hogy merre néz. Erre vagy a másik irányba. Ez érdekes. Alattam lesz, ugye? Nézzük, mink van itt. Egy fegyvert látunk. De nincs itt a fickó. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez igen. Ez igen. Dead Eye Ability Unlocked. Nice. Miféle Dead Eye Ability Unlocked? Kaptunk egy rifle-t. Ez valami újdonság lesz.
És akkor most végignézhetjük, ahogy ez megtörténik. Mi történik, hogyha vajon az ember itt elkezd lövöldözni mindenkire? Nem lehet most menteni, mert küldi közben vagyunk. Gondolom, hogy... Gondolom, hogyha felvenném a kis kalapomat vissza a fejemre. Amit nem enged meg jelenleg a játék. Oké, mivel egy barbár ember, csak barbár módon lehet megszabadulni tőle. Hol O'Driscoll egy ilyen ember? Gyilkolt, kínzott, rabolt, lopott, erőszakolt, abuzálta az embereket 5 államban évtizeden keresztül. Ma pedig a törvény utolérte őt. Rossz ember voltam, kusoljál már! Ez itt már nem a tárgyalás, ahol elítélik, hanem ez az, ahol végrehajtják az ítéletet. Hoppá, hoppá. Olyan feladat, amit el kell, hogy végezzünk, hogyha azt akarjuk, hogy virágozzon civilizációnk, uraim, készen állunk el. A jó Isten a végtelen bölcsességében könyörüljön meg a lelkeden. Amikor készen állnak. Siker. Most már tudod, hogy milyen érzés nézni valakit, miközben meghal. Mármint aki... Hoppá! Mármint hogy olyan, akit szeretsz. Sadie! Jézusom! Az nagy a baj. Az nagy ott az a nagy baj. Lőjöm le az ott diszkolokat. Azt a rohadt. Hányan vannak még vajon? Biztos, ami biztos. Rendőrök is vannak. Ezt a rohadt minél. Fél banda? Szerep itt még zsarukálta. Nagyon metál. Ott van a kocsi, azzal fogunk kijutni, mondják. Tűnjünk el. Sadie, mit műveltél? Hogyha előttem volna a kötelet, akkor még túlélte volna, vagy elroppant a nyaka esetleg? És dobtuk egy kukába ezt a szép ruhát. Na, hát ezzel vége lett Colm O'Driscollnak. Akin, hát többen is bosszút akartak már állni, nem csak a mi bandánkban, hanem azon kívül is. Gondoskodtunk róla, hogy ezúttal ne tudjon meglógni a törvény elől, és azt hiszem, hogy egészen jó vége lett ennek a dolognak. Lehet, hogy akkor innentől kezdve már nem is kell velük foglalkozni a játék során. Hogy vagy, Arthur? Hát láttuk ezt a barmot lógni végre, de... Az egész nem fog minket megmenteni. Ja, de egyel kevesebb dolog valami miatt aggódnunk kellene. Hát, ja, a kormánnyal szemben azért annyira nagy problémának nem tűnt Colm O'Driscoll. Hiszen ugye minket is üldöznek a Pinkertonok, meg mindenki, úgyhogy ahhoz képest tényleg nem. Jött egy levél neked, ó, köszi. Attól a Máriától, aha. Nem éri meg az a csaj, Arthur. Miért ki éri meg? Hát, ez erős. Erős, hogyha már Sadie is azt mondja, hogy... Az egy gyűrű? Kedves Arthurom. Nem jelentél meg, és miután láttam az újságokat, már tudom, hogy miért. Nem mondanom, hogy megkapod majd ezt a levelet, de azért elküldöm neked. Arthur. Oh, Arthur.
I was just starting to dream the silliest. Most kezdtem el álmodni legbutább és legédesebb álmot, hiányzol nekem, és mindig hiányozni fogsz, de nem élhetek így, és úgy tűnik, hogy te sem tudsz máshogy élni. Amikor veled vagyok, az egész világnak van értelme, de amikor külön vagyunk egymástól, tisztán látom, hogy a te világod nem egy olyan világ, amiből valaki ki tud törni, amiről el lehet menekülni. Annyira sajnálok mindent, és ami történt nagyon régen, és hogy megint elindítottam ezt az egészet, megint útjára. Van egy jó ember benned, Arthur, de egy óriással birkózik, és az óriás győz újra meg újra. Összetörted a szívemet újra, és attól félek, hogy én is összetörtem a tiédet. Emiatt sosem fogok megbocsájtani magamnak, de most már el kell, hogy engedj. Odaadom, hogy a levél mellé teszem azt a gyűrűt, amit sok évvel ezelőtt adtál nekem, amikor még mind a ketten fiatalok voltunk, nem azért, mert nem tetszik nekem, hanem azért, mert túlságosan érdekel engem, nem? Sokban emlékeztet rád. A lényeg, hogy túlságosan hozzánőtt a gyűrűhöz, meg az álmokhoz, meg a reményekhez vele kapcsolatosan, és emiatt nem kell neki. Várjál, mert lehet még scrollozni is. Igen, szóval remélem, hogy egy napon majd találsz valakit, akinek az újjára illene ez a gyűrű. Én folyamatosan gondolkodtam ezen az évek alatt, remélem, hogy azzal, hogy visszaadom végre, meg fogok tudni szabadulni. Viszlát, Mária. Hát Máriának ez a döntése egyszerre érthető és egyszerre érthetetlen. Mivel hogy nem emlékszem, hogy megbeszéltük volna a színházas jelenet után, hogy akkor mikor találkozunk legközelebb. És most ez így, ja persze, érthető, hogy Szendeni meg minden után, gyakorlatilag Dácsüje döntései után nem talált minket ott, ahol elméletileg találkozunk kellett volna vele. Most nem tudom, lehet-e úgy alakítani a játékot, hogy ez ne így végződjön ez a... Vagy lehet, hogy ez még semmi? Tehát lehet, hogy ezt még tovább fogja pusholni Arthur? Tehát lehet, hogy utána fog menni és megkeresi valahol? És elteszi lábbalól örökre? Egy viszlát levél Máriától. Vagy ennek így kellett végződnie? Hát egyszerre értjük is, hogy mi történik, meg egyszerre nem is értjük, mert nem tudom, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy ez egy jobb irányt vehessen. De lehet, hogy a játék az így van kitalálva, mert nekem TBC-m van, és ő még nem is tudja, hogy én halálos beteg vagyok, ugye? Tehát lehet, hogy amúgy sem lett volna ennek semmilyen pozitív irányú kimenetele. Viszont Colm meghalt, és az pozitív. A következő epizódban meg kellene néznünk, hogy mi történik idelent. Kettő mellékküldetést látok, ott van az öregnek egy mellék... Ó, az özvegy asszonynak is van egy küldetése, itt fenn Ennsbergben. Ez tök jó, hogy itt most egy csomó küldi van. Ez Eagle Flies. Dutch rávette a fiút, a törzső fiát, hogy lépjen akcióba a katonasággal szemben. Hogy lehet egy ekkora csicska szar? Dutch. Érted, közben meg az apja... Egy csomó dolgoztunk azon, hogy létrejöjjön a béke. Mondjuk az igaz, hogy amikor elmentünk és Favors, Colonel Favors-el beszélgetett ugye az öreg... mi a neve? Rain? Nem tudom. Az öreg törzsfő, tudod, az előbb. Azt láttátok ti is. Vége lesz a streamnek? Előbb vagy utóbb, igen. Megértem a véleményed, de értelmesen is kellett fejezni. Ja, ezt most nem nekem írod. Na mindegy, srácok, hát... Az apja dolgozott ezért a dologért, a kolonelről kiderült, hogy egyértelműen nem akarja ezt a békét, és most úgy tűnik, hogy akkor mégiscsak a fiúnak lesz igaza, vagy hogy mondjam, és az igazságot a fegyvereikkel fogják az indiánok elérni. Nem tudom, hogy ezt is lehetett volna jobban csinálni. Szerintetek lehetett volna ennek jobb kimenetele? Én azt gondolom, hogy sikerült ellopni a gyógyszereket anélkül, hogy a Monroe-t megtalálták volna, tehát ott is totál ott voltunk helyette, úgymond. Válaszoljak? Igen, igen, érdekelne. Hogy, mármint, hogyha spoiler, hogyha majd máshogy alakul, akkor még nem mondd el, de hogyha lehetett volna máshogy is, és most már visszacsinál, nincs más. Jó, oké, köszönöm, akkor ez egyértelmű. Jó,
Na, hát akkor így nem fogok álmatlanul forgolódni, és ahogy mégis horrontattam el ezt az egészet. De én is nagyon úgy láttam a Colonel alapján, hogy ő egyáltalán nem az a fajta ember, aki itt békét szeretne kötni ezekkel a őslakosokkal. Ez az előtörténet az Erdélyregynek, úgyhogy kis eltérésekkel, de várható vége van. Megmondom őszintén, hogy én annyira régen Xbox 360-on játszottam még annak idején az RDR1-et, és akkor is csak addig játszottam vele, amíg át nem mentünk a második területre, amit már ott Arizonába, vagy nem tudom hova, az már teljesen nem éreztem magaménak, valamiért ott abba hagytam a játszást. De most már jobban érdekelne, hogy ennek mi lesz ugye a folytatása, tehát most már így más, mint hogyha... Nem tudom, nem volt az annyira szuper király játszás. Nem volt rossz játék az RDR1, de azért ez összemérhetetlenül jobb attól. Annyit mondhatok, hogy az összes sárga story missionnek egy narratívája van. Ja, hogy mindenképpen egy irányba visznek. Aha. Jó, köszönöm szépen. Jó. Na, srácok, szünetet fogunk tartani, és akkor utána megnézzük, hogy mi meg merre tovább, mert már 3 órája itt ülök, úgyhogy tudjátok, hogy 3 óránként szüneteket szoktam tartani. Csinálunk egy szavazást, hogy maradjunk-e ezen, vagy legyen egy küldi a DR Billionsből, vagy legyen esetleg Helldivers 2-zés, vagy lehet esetleg jakuzázás, rendítsek? Egy remasterölt RDR 1 lehetne inkább, mint még 3 Last of Us meg Skyrim. Na, miért nem szeretted azokat, vagy miért mondod? Fehér Honor Mission-ök alakulhatnak kicsit másért döntések alapján. Honor? Mármint, hogy a sidequestekre mondod, ezek a fehér küldetések? Ennek az öregnek is, igen, meghívott, hogy vadászunk vele újra. Legutóbb ugye a farkasok csapdába csaltak minket, és elég kemény rajtaütés volt, de onnan szereztük meg a legendás farkasot. Ezek szerint az öreg hamis Sinclairnek lenne még vadász küldetése, és most valami más állatra akarna rámenni. Mondjuk nem tudom, hogy mire akarna, mert hogy itt már a legendás, nem tudom, mackó bocsokat elintéztük. Itt meg... még a legendás farkasot is, ugye? Aha, tehát nem tudom, hogy mi lehet még itt, ami legendás állat. Lehet, hogy megint horgászni akar. Van olyan sidequest, ahol választhatsz, van pozitív, meg negatív, van. Ja, hogy úgy, hogy aha, igen, hogy a karaktered... Aha, igen, értem már, hogy jó emberként végzi-e majd, vagy inkább rossz. Jól van. Egyébként sokan szerették a Skyrim-et. Nagyon-nagyon sokan írják, hogy mai napig nézik a vodokat, és hogy tök szerették. Nem tudom, én is jól emlékszem vissza rá, tehát hogy így pozitív szájíz maradt utána. Én nagyon imádtam azt a játékot mindig is. Shardothoz is el lehet menni, aki özvegyen maradt, ugye? És hát legutóbb az ágyában aludtunk. Betegen esnünk össze a házában, amikor beinvitált minket ebédelni, hogyha emlékeztek rá, és ott az asztal mellett rogytunk össze. És akkor ő, mire mi felkeltünk, addigra ő már nem volt otthon. Szerintem azokat is RDR 2 generáció ezelőtt volt utoljára esélytem modern köntösben újra játszani. De hát van annak remasterelt verziója. Én úgy tudom. De igen, az tény, hogy régi játszás. Mondjuk, figyelj, engem nem szokott nagyon zavarni, hogyha egy játék régi. Most játszottuk végig a Knights and Merchants 1-et meg a 2-t. Hát annál régebbi stratégiai játékok még a StarCraft-tel egy időben jelent meg, tehát nem érted, engem nem zavar. Sőt, egy csomó régi SNES játéktartalom volt. A legrégebbi Mario-t végigvittük, meg a többi részét is. Nem bírtam az irányítást, a lovat, aha. Na jó, figyeljetek, szünet következik, aztán megnézzük, hogy hogyan tovább, rendítsek? És szavazást fogok kiírni. Hogyha tovább megyünk, akkor valószínűleg a mellékküldetésen kellene tovább menni. Vagy felem a jövő héten is folytathatjuk majd, teljesen mindegy, hogy milyen etapban szeretnétek fogyasztani az RDR 2 tartalmakat. Kis szünet, 10-15 perc, és utána megyünk is. Egy pill. Ja, és kösz a VOD nézőknek, hogy megnéztétek ezt a részt. Hogyha szeretnétek támogatni, hogy még több ilyen tartalmunk legyen, vagy csak a csatorna fennmaradását, vagy úgy akármit a fejlesztéseket, akkor a VOD-ok alatt le van írva mindenféle információ hozzá, illetve itt az élők alatt a panelekben is megtaláltok mindent, hogyha érdekelt titeket. Nagy pill.